Dito. Hölgyeim és uraim, a 89. Music FM stúdiójából élőben jönnek az önindítók, István Dániel és Mocskor Gábor. This is the Good Morning Show. 6 óra 9 perc, jó reggelt mindenkinek, ez egy gyönyörű kedd lesz, majd mindjárt meglátjátok, hogy miért. Itt van Dani, itt van Gyuri, meg én, jó reggelt, szevasztok, hallgatók. Bocsi, szia, jó reggelt. Jó reggelt, évfordulók, tömkelege itt a kezem alatt, és nyilvánvalóan az első SMS-ek. Joci a sztárpásztor, nem tudja még megerősíteni, sem cáfolni, hogy felébredte, de felkelt, ő teszi ezt ugye Németországban. Aztán hentesék, csapatósék, mindenki. Szép jó reggel, Dani, bocsi, Gyuri, sok boldog szülinapot kívánok. Évának, a tesómnak, Solymáról, hű hallgatótól, Kizike és anya, meg János. Isten éltesse sokáig Évát, boldog születésnapot. Jó reggelt, frekvencia bitorlók, hangotokkal dedikáljatok bele a dobhártyánkba az akusztikus autogramotokat, Felkó a vidéki. Wow. Na, a mag itt van. A mag. Felébred. A mag, igen, a koránkelők itt vannak. Na, hát fagyos reggel, a helyzetet csak tovább rontja, hogy többfelé esik és szeles az idő. Ezt így álmából írta a drága? Nem tudom. Hát nem voltam mellette, nem tudom. Viszont most, ahogy ezt az első mondatot felolvastad, eszembe jutott, hogy lehet, hogy kérhetnénk, hogy ezentúl rímekben fogalmazza meg, nem? Ja, szerezte kitolni vele. Hát az első mondat már majdnem passzol. Fagyos a reggel, a helyzetet csak tovább rontja, hogy többfelé esik az eső, és szeles az idő. Olyan, annyira adta volna. Mondjad az ontjáig. Fagyos a reggel, a helyzetet csak tovább rontja. Így? Hogy a felhők az esőt, hogy a felhő az esőt csak úgy ontja. Igen. Oh. De megcsinálom, mondjad még. Többfelé esik, és szeles is az idő. Napközben 5-8 fok lesz a csúcs. Szeles is az idő, ránk fér most már a vastag talpú cipő. Yeah! Jó, Dani, de hát neked pörög az agyad, mint Chuck Norris lába. Most ezzel Anettet engedted el? Jó, mélyre az agyad pörgető? A bologatás az jelent valamit a rádióban? Ma nyugaton újra havazhat, a határ közelében 5-10 cm hó, hó is lehet, bár nem lesz tartós. Lényeges javulás már nem várható az időjárásban. Jól állnak a névnaposok, és itt kettő évfordulót emelnék ki. Az egyik 1849-ben ezen a napon adták át a Széchenyi Lánchidat. Ez azért valami. Ez valami. És 1955-ben született ma 63 éves Bóderek. Bóderek! Bóderek! Az Ocean Mirelit pultját tudom csak összekapcsolni Bóderekkel, mert hogy legutóbb akkor beszélünk, hogy mi lenne a Bóderek, ugye megjelenne az Ocean, hogy ciki lenne vele. Ha kézen fogom végig. Igen, hogy ciki lenne-e vagy sem, ez egy kérdés volt igazából. Igen. Na jó, Szolnokon a 8 fok lehet, Tatabányán 8, Siófokon 7, Budapesten 8, és mindenhol lehet eső. Ez az alap, ez erre készüljetek. Na, szerintem kezdjük is el. Mert Donald Trump megjelent az erdőtűz helyszínén. Tudjátok, a kaliforniai erdőtűzről beszéltünk a minap, és felhívtunk egy kaliforniai barátunkat, Villám Gézát, ő volt rádiós, de hát ő egy ilyen multitalentum, de Los Angelesben él, és így sikerült a oda passzolóbb embert megtalálunk, hiszen épp Budapesten volt. De mindegy, de ő nagyon jókat mondott az erdőtűzről, és mégsem tudta túlszárnyalni azt, amit most az amerikai elnök mondott az erdőtűzzel kapcsolatban. Donald Trump ellátogatott a helyszínre, ma nem tudok beszélni, úgy látszik. De jól tolod. Nekem tegnap volt ilyen letapadós. Szokott lenni valami, és nem értem, nem tudom, mitől függ, hangulat, alvás, kaja, nem tudom micsoda. Gyorsabb az agyad, mint a nyelved. Na, a lényeg az, hogy szépen baseball sapkában megjelent, a lángok előtt baromi jó képeket csináltak a kamerák, és hát Donald Trumptól ugye várták azt, hogy majd ő elmondja, hogy hát szörnyű ez a klíma, meg az embereket sajnálja, meg minden. Nyilván ilyeneket is mondott, de hát aztán ledöbbent mindenki, mert ő elmondta, hogy mi lehet az oka ennek az erdőtűznek. Uh-huh. Nem takarítják az erdőt rendesen. Tehát az erdészekre fogta, meg az erdőjárókra, én nem tudom, nincs takarítva az erdő. És ő ezt onnan tudja, hogy a finn elnökkel beszélgetett, és ugye a finn elnök elmondta neki, hogy hát az erdők országa mégiscsak Finnország, de hát ott ilyen baj nem lehet, mert ott rendszeresen gerebézik az erdőt. Szűrrel. És tulajdonképpen az amerikai elnök ilyen újjal mutogatva, fenyegetve egy picit az amerikai társadalomhoz fordult, hogy bezzeg a finnek gerebjézik az erdőt, ott nincs tűz. Nálunk meg hullhat a zavar, ahova akar, és hát ez a baj.
Nagyon rosszul csinálja ez a fickó. Az amerikai filmekből, meg a történelemből tudjuk, hogy az elnöktől azt várják, hogy ő mint az első számú szuperhíró megérkezzen, megmondja a megoldást és mentsen. Tehát mondjon olyasmit, amivel együtt érez a tömeggel. Ehhez képest ő megint rákoppintott az emberek fejére, hogy ti tettek róla, mert retkek trehányak vagytok az elnöket illetve. Trehányak vagytok. Így a finn elnök erre rácsodálkozott, ő nyilatkozott aztán szintén, hogy ő beszélgettek olyan az erdőről, hogy gerebéznék az erdőket, de a finn állampolgárok most elkezdtek trollkodni. Tehát rengeteg fénykép jelent meg most a különböző közösségi oldalakon, hogy finnek mondjuk erdőt porszívóznak, erdőt gerebéznek. Tehát halál vicces a történet, és gondoltuk egy picit menjünk bele az erdők mélyébe, és felhívjuk majd dr. Nagy Dánielt, a NÉBIH igazgató helyettese, amúgy az Országos Erdészeti Egyesület tagja, az erdőtűz megelőző program menedzsere. Tehát nála szakértőbbet még Donald Trump sem találhatott volna, és vele fogjuk megbeszélni azt, hogy ez most komoly, tehát tényleg gerebézéssel el lehetne intézni, meg lehetne akadályozni az erdőtűzet? Egyáltalán nálunk mi módon történik az észlelés? Milyen stratégiák vannak arra, hogy az erdőtűz az ne terjedjen el ilyen mértékben, mint a Kaliforniában? Hogy mi veszélyeztetett terület vagyunk-e, vagy kevésbé Magyarországon? Mi szokta az erdőtűzeket többnyire kiváltani? Tényleg csak egy eldobott csík, vagy a klímaváltozás esetleg? Mert Trump azt mondta, hogy itt nincs klímaváltozás, nem azért van. Persze, azt tagadja örökké. Érdekes egyébként, én erdőszélén nőttem fel kis házikóban, és voltak erdőtűzek, amik megfékezték ott a tűzoltók, de gerebjéző embert soha az életben nem láttunk a fenyvesben. De a finnek se láttak. Aha. Tehát ez most teljesen, ez Trumpnak valahogy, én nem tudom, de az egész világ ezen rölk. Kicsit olyan volt, mintha nem érte volna fel, hogy ez a nyilatkozat amúgy el tud jutni Finnországig. Tehát hogy ez nem marad az Egyesült Államok keretein belül. Én nem tudom, hogy ő mit képzel. Tehát, hogy ő tényleg képes olyan kijelentéseket tenni, amelyek egy másodperc alatt leellenőrizhetők, a másik résztvevője a beszélgetésnek is el tudja mondani, hogy így volt-e vagy sem. Hát azért hülyének a finn elnököt se nézzék, érted? Mi maga azt mondta az amerikai elnök, hogy gerebézzük. Én trollkodnék, ha én elnök vagy miniszterelnök lennék, és találkoznék a Trump-al, akkor én mondanék olyan dolgokat, hogy mi nem tudom, mi polírozzuk a parlament kupoláját. Tehát nem tudom. Hát a visszahallod a Twitteren. Így van, és elkezdi New Yorkban a felhőkarcolók tetejét políroztatni, vagy én nem tudom. Na mindegy, szóval egy picit utána járunk a dolgoknak. Ez az egyik. A másik pedig egy megdöbbentő cikk. Tudtuk már, láttuk már régen, a Napló is csinált ilyen anyagot, most a Riposzt csinált egy ilyen tesztvásárlást. És ez tényleg felháborító. Kedves hallgató, kedves Dániel, kedves György. Igen. Az, hogy tulajdonképpen nem csináltak más, mint hogy teljesen hétköznapi használatos termékeket vásároltak ABC-ben, Magyarországon és Ausztriában. És összehasonlították az árakat, és hát ami a megdöbbentő, hogy Ausztriában minden olcsóbb. De oké, ilyenkor jön mindig az okos ember, és azt mondja, jó, hát de nálunk brutális az áfa, az áfát levesszük. Nem, levették az áfát, mind a két ország áfáját, áfa kulcsát a termékről, és így is olcsóbb minden nemű termék Ausztriában. Ez tusfürdő, ez krém, ez magyarókrém, ez... Magyar DVD, a Viszkis című magyar DVD effektíve olcsóbb Bécsben, mint nálunk Magyarországon, ami szürreális, és nem tudom, hogy mi lehet egyébként a magyarázat, mert hogyha a munkaerőt vesszük, ugye az nálunk sokkal olcsóbban dolgozik, mint odakint. Tehát minden azt indokolna, hogy nálunk effektíve olcsóbb legyen. Feltételezem, hogy mit tudom én, az üzlethelység bérleti díj, meg minden, vagy ha építek egy üzletet, minden olcsóbb Magyarországon jelenleg, mint Ausztriában. Tehát mi indokolja azt, hogy ugyanaz a termék, sőt, azokból a termékekből rengeteg Magyarországon gyártódik. Igen. Még ki se kell vinni. Még ki se, nem is kell hurcolászni. Tehát, hogy mitől drágább. És ezt most komolyan is őszintén, ez nem álkérdés, nem értjük. És ezért felhívunk egy pénzügyi szakértőt, Szoper Zsófiát, akit próbáljuk majd megfejteni, ugye... Ahogy mondtam, pénzügyi szakértő, de Gyuri azt mondta, hogy járni, ha Ausztriába vásárolni? Igen, folyamatosan jár, úgyhogy nagyjából képben van a két ország közötti különbségekkel, úgyhogy ezért is fog tudni jól beszélni. Biztos nem véletlenül jár folyamatosan Ausztriába vásárolni, mert nyilván felfedezte ezt magának, és itt csomó dolgot olcsóbban tud beszerezni. Hát az a vicc, hogyha én határ közelében laknék, én csak járni. Mások Szlovákiába járnak vásárolni, mert ott is valamik sokkal olcsóbbak. Tehát egyébként már arra is kíváncsiak vagyunk a drága hallgatóink körében, hogy kik azok, akik rendszeresen külföldön vásárolnak, nyilván határközeli lakosok, hogy tényleg a sima, mit tudom én, heti bevásárlását, vagy nem tudom miért, azt Ausztriában, vagy adott esetben Szlovákiában végzi. Érdekes, hogy egyébként a rendszerváltás után, nem ma volt, tudom, akkor mi magyarok
mentünk ki Szlovákiába, Párkányba, a Párkányiak viszont ugyanolyan számmal jöttek Magyarországra, és mindenki azt állította, hogy nála olcsóbb a termék, tehát teljesen össze-vissza jöttünk, mentünk, nyilván van, ami itt olcsóbb, van, ami ott, és ezeket itt kinézték akciós újságokból, és ők ugyanúgy jönnek ám át ide. Na jó, hát eleve, tehát nézd, Ausztriában, ha csak az áfát nézzük, élelmiszerekre 10% az áfa, amúgy meg 20%-os az áfa. Na most az élelmiszer elég fontos dolog az ember életében, gondolom én. Nálunk ugye 27. Tehát ha már csak ezt teszik ki a különbséget, már óriási a különbség, de mondom, áfáról visszaszámolva. Tényleg kíváncsi vagyok, hogy azok a magyarok, akik határ mentén laknak, hol vásárolnak be, mit vásárolnak be, mennyivel olcsóban vásárolják be, és hát nyilván a pénzügyi szakértőtől azt is meg akarom majd kérdezni, hát ha tudja erre a választ, hogy így mennyi pénztől esik el a magyar gazdaság, hogy határmenti emberek kénytelen kelletlen a túloldalon vásárolnak. Na, de minden nemű ilyen tapasztalat érdekel egyébként bennünket. Jövünk vissza! Mindjárt egy pár perc múlva a tegnapi nap legjobb pillanataival, és hát ő Kati volt. Kati igazából egy nyugdíjas hölgy, aki Mezőkövesden lakik, és egy annyira cuki, édes hobbija van. Színészekről, külföldi és magyar színészekről gyűjt fényképeket, de hát főleg aláírásokat, autogramokat. Őt hívtuk fel tegnap, és elmesélte, hogy mikorra datálható maga ez a szenvedély, hogy elkezdte a 60-as évekre, akkor még ilyen kis fényképes kártyákat vett a trafikban, aztán elkapta az ízét ennek az egésznek, és most már egy per egyben keresi meg a sztárokat, leginkább levélben, és arról mesélt, hogy milyen trófeái vannak. Fél hét lesz pontosan 8 perc, szóval milyen szép közlekedési hírbe csomagolja be vélhetően szülő az ő kislányának a szülinapját. Abda trafimentes, ugyanitt negyedik szülinapos kutyamániás Dorottyánk. Hát Isten éltesse. Ez helyes, ez kreatív volt, így van. Na, most keltem fel, a héten minden nap dolgozom egy boltban, de a hétvégén peca helyett megyek gerebézni, üzeni a Janó. Aztán sziasztok, én most is németbe tartok, minden másnap ott vagyok, én csak ott vásárolok, sokkal olcsóbb még Ausztriánál is. Hát ott azt hiszem, hogy jó, most az áfát tudom, hogy leszámoltuk, de ott azt hiszem az áfa is alacsonyabb az osztrákoknál. Bár nem vagyok benne biztos. Sziasztok, annó osztrák Baumaxból vettem Dunaferres radiátorokat, olcsóbb volt, mint a Dunai Városi Márkaboltban. Az a kemény. Na, pedig azért mondom, hogy megdöbbentő történetek vannak. Ezért ma ennek utána megyünk. Tegnap beszéltünk egy hölgyről, akinek volt egy nagyon-nagyon kedves hobbija. Úgy hívják, hogy Kati, és mániákus autogram gyűjtő a 60-as évek óta. Good morning. 8 óra után egy kicsivel perc. Egy nagyon-nagyon helyes történet, a Borsban olvastunk egy hölgyről, ő mezőkövesdi, úgy hívják, hogy Tótné Korenyák Katalin, és azt hiszem, hogy minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy nagyon nincs olyan Magyarországon, aki többet tudna a hazai és külföldi színészekről, vagy mondjuk azt, hogy több relikviája volna, mint neki. Szinte nem létezik olyan ismert sztár, filmsztár, mondjuk az elmúlt, hát nem tudom, hogy satszoljam, 80 évből, aki ne szerepelne a hölgy albumában, mert ő egy gyűjtő. És ő azokra a legbüszkébb, amelyekre ugye sikerült autogramot is szereznie, tehát neki van egy csomó olyan fényképe, 1600 fotó egyébként, de ezek közül 200-on aláírás is van, és hát nem akármilyen művészektől, tehát most sorolhatnám Michael Douglas, Brigitte Bardot, David Hasselhoff, Mr. Bean, és nyilván van a rengeteg magyar színész is, és hát nagyon kíváncsiak lettünk, hogy egyrészt mióta csinálja ezt Kati, illetve hogy tudta ezeket a sztárokat rávenni arra, hogy kapjon valamiféle autogramot. A vonalban itt van velünk Kati, és megbeszéljük vele. Szia Kati, jó reggelt! Szia, jó reggelt kívánok mindenkinek, a rádióhallgatóknak is, nektek is. Szia. Nagyon szépen köszönjük. Figyú, hát ez azért egy óriási gyűjtemény. Mikor kezdted el ezeket gyűjtögetni? Hát 60-70 között, 1960-70 között, talán tinédzser voltam még, és akkor. Ezeket magyar színészekkel kezdted, vagy egyből a külföldiekkel? Először a magyarokkal. Egy-egy színház látogatás után, amikor az emberbe olyan nagyon nagy nyomot hagy egy előadás, egy színdarab, vagy a főszereplő, vagy valaki, akkor úgy éreztem, hogy meg kellene örökíteni ezt az illetőt fényképen egy autogrammal, és akkor a színháznak a címére írogattam én a művészeknek, színészeknek, melyik színháznál volt, és így kaptam a dedikált fényképeket a magyar színészektől. A külföldiek pedig egyik-másik újságban, ahol találtam egy olyat, hogy sztár címeket közöltek, akkor onnan szereztem be a címeket, és így írtam nekik levelet. És ki volt az első külföldi?
Az első az alandulom volt. És ő tőle meg is jött? Hát mennyi egy hónap, két hónap múlva, nem tudom pontosan, de megjött a... És olyan érdekes története van, minden fényképet fűződik valami érdekes sztori, amikor megmutattam az egyik barátnőmnek, hogy nézd meg, mit kaptam az Alain Delontól egy autogramot, és akkor azt mondta, hogy ó, hát nem is biztos, hogy ő írta alá, hát aki aláírhatta. És nekem volt egy fényképem a Delonról, az albumban már, és fogtam egy másik borítékot, és elküldtem neki a saját fényképemet. És visszaküldte, és ugyanaz az aláírás volt rajta. De jó. Volt-e valaki, aki egy fokkal személyesebb üzenetet küldött, legyen az akár magyar, akár külföldi színész, tehát csak, valamivel több, mint csak egy aláírás. Volt-e igen, ilyen? Igen, volt ilyen. Például a Michael Douglas is, és a David Hasselhoff is írt a fénykép hátuljára valami angol szöveget, amit hát úgy fordítottam le én is, hogy köszöni a levelemet, és üdvözletét küldi, és a legjobbakat, vagy nem tudom, hasonló ilyen szöveg volt a fényképen. A magyarok közül pedig Kövesi Angéla például balettáncosnő, Nyertes Zsuzsitól is van levelem, a Hernádi Judittól, Csűrös Karolától, Sinkovics Imrétől. Elég sok magyar színész volt, aki levelet is ért. Volt-e olyan, Kati, akivel személyesen találkoztál, és úgy szerezted be az autogramot? Hát külföldiekkel nem találkoztam, de magyarokkal nagyon sok esetben találkoztam úgy, hogy előadás, színházi előadás előtt vagy után megkerestem őt, egy autogramot kértem, úgyhogy a Lux Ádámmal találkoztam személyesen, Koncz Gáborral, hát több ilyen művész volt, Kaucski Armand, Csonka András, akiket úgy személyesen is el tudtam valamilyen formában érni, Ernyei Béla, szóval voltak egy néhányan, és hát a nagyon nagy kedvenc a Lukács Sándor művész úr, akitől 23 dedikált fényképet. Kati, hát nagyon szépen köszönjük, hozzáteszem, én is hát gyerek, vagy tini koromban én is autogramgyűjtő voltam, tehát valahol abszolút átérzem ezt a szenvedélyt. Köszönjük szépen, és nagyon büszke lehetsz. Én is nagyon köszönöm, hogy hívtak, örülök neki, és minden jót kívánok, és jó munkát, és minél tovább önöknek. Nagyon szépen köszönjük. Szervusz, szia! Minden jót, szia! Na, cuki, annyira helyes. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, amit az előbb föltettem, tehát hogy az autogram az mire jó, azt mondtad, hogy neked senkitől nincs, és nem is volt. Nekem volt egy autogram gyűjteményem. Azt tudom, hát a Hofftól több is volt neked, nem? David Hasselhofftól 5 darab volt, igen, de a jó... alkalommal, vagy hogy? Nem, egy alkalommal csináltunk egy interjút, és akkor ő azt mondta, hogy akkor most ír nekem autogramot. Én nem kértem. És akkor írt, mondom, nagyon köszönöm, és azt mondja, még a barátaidnak is, és akkor írt még, és így volt 5. Ezeket szétosztogattam. Talán egy megvan még, de hát Hofftól van, volt 5. Volt, Karel Gotttól is volt. Az igen. Milyen szituációban szerezted? Még amikor nagyon kicsik voltunk, a szüleim elvittek Bombán egy Karel Gott koncertre, ott volt végén autogramosztogatás, és még egy, képzeld el, hogy egyszer jöttünk haza, Németországból és Prágán keresztül jöttünk, és ott volt a keleti blokkban egyedül egy kínai étterem. És elmentünk családdal oda egyet ebédelni, és ott ült a szomszéd asztalnál, és a sör alá tétre Karel Gott autogram. De nem volt olyan nagy szükségem, csak úgy gondoltam, hú, híres ember. Ja, neked te mit gyűjtöttél sztárokról? Én nagy posztergyűjtő voltam még kamaszkoromban, azért vettem a Popcornt, a Bravót, abban volt a kedvenc együttesemről, középen volt a nagy poszter, azokat mindig megvettem, kiraktam. De ki? Ne az akkoriban? Hát figyelj, kik voltak. Backstreet Boys. Az már én az Overage voltam. Madonna volt, Mariah Carey akkor bontogatta a szárnyait. És te kiraktad a falra őket? Vagy? Volt. Igen? Gondoltad, hogy milyen szép volt. Második János Pál pápatásomnak a Bruce Lee volt a kedvence, és Mariah Carey, meg a enyém fedetlen keblű Madonna, akkor volt a Vadóc korszak, az nézett szembe Második János Pállal. Szép volt. Gyuri, belőle abszolút nem nézem ki, hogy rajonganál. Tehát, hogy neked bármilyen relikviád lenne bárkitől, amit te akartál volna, nem az, hogy hozzád vágtál. Hát egyébként tényleg nincs sok, régebben Playboyokat gyűjtöttem, az volt gimiskorom elején. Hargitai Beás meg van még? Hát
Hát az óriási volt, arra sokáig őrizgettem, de lehet, hogy a tavalyi nagy takarításkor az szélnek... Nem mondom, hogy most felajánlottam volna, hogy aláíratom neked, ha még kinyitható. Nem akarod te azt a kezedbe venni. Öten tépnétek, mire be alá tudnád. De nem magadból indulj ki, hogy a pápa meg a Mariah Carey után... Nem ragadt a pápa nálunk a falon. Bezzeg a hargitaiben. Ja, és mi ugye szoktunk ugye olykor adni autogramot, valami extrém helyre kértek már? Tőlem? Aha. Hát szerintem Alkarra talán, vagy így ki, amikor nem volt nálunk papír, de az nem ilyen kitelepülésen, mert nekünk van ilyen kis kártyánk, azt osztjuk. Maximum oda, de gondolom te sokkal többször keveredtél ilyen helyzetben. Nekem volt mell, kar nyilvánvalóan, és egyszer volt egy, az nagyon kellemetlenül éreztem magam, mert ott egy Republic koncerten voltunk a színpad mögött, és egy 15 éves lány, és én annyinak satszoltam, ő iszonyatosan elkezdte kelletni magát. És a végén azt mondta, hogy ő szeretne egy autogramot a fenekére. És letolta a farmát, és ott pucsított egy tangában. És én meg ugye elmondom, mutatod a személyedet. Ebben a helyzetben pucsítás közben nyújtott a hátra a személyét? Igen, nem nyújtott a hátra a személyét, de miután nem követtem el semmi más, csak dedikáltam. Ezért gondoltam, hogy ahhoz még nem kell. De ő állította, hogy ő 18. A Republikot készülődött, hogy a koncert. Ő már játszott. És előtte meg ott pucsított igen, 15 éves a személyével. Jó kis kép. Én szerintem 15 volt, de ő állította, hogy 18. És végül aláírtad? Alá. De egy far pofa Bocskor, egy far pofa Gábor? Nem. Egyik oldalra próbáltam inkább ilyen combirányba. Uh-huh. Nem, tök kellemetlen volt. Valamit, szívecskét, bármit nem tettél hozzá, vagy? Nem rajzoltam én, hogy... Sok sikert az élethez, Gábor. Sokra viszed még. Bocsit bárhol, bármikor. Okos telefonodon. Töltsd le a 89-et Music FM ingyenes applikációját most. Fél hét elmúlt 6 perccel, és itt jönnek, dőlnek az összehasonlítások a külföldi és belföldi árakkal kapcsolatban. Itt például LK Zoli szépen összeszedi, hogy ő Genfben 40%-kal drágább, minden Rómában főztem gulyást. 3000 forint per kiló áron vettem hozzá marhaust. Jó, hát mi nem azt mondtuk, hogy minden, tehát nyilván a lakások is drágábbak Bécsben vagy Münchenben, mint Magyarországon, ami szintén egy termék, ha lehet így fogalmazni. A hús az a legtöbb helyen valóban drágább, nálunk olcsóbb, viszont írja valaki, hogy a hús jobb minőségű külföldön. És tehát itt jönnek, valaki azt mondja, hogy Németországban élelmiszerre az áfa 5%. Igen. Mihez képest, Jézusom. Azt mondja, de mások meg azt mondják, hogy megdöbbentő, hogy mennyivel drágább itthon. Tehát van, aki északra a Vesztfáliában él, és azt mondja, hogy jön haza kétszer egy évben, de megdöbben azon, hogy mennyivel drágább itthon minden. Uh-huh. Jó, komoly téma lesz ez majd, nálad mi lesz mindjárt? Egy győri nőt hozok, aki képzeljétek el, 20 évig vette fel halott anyja nyugdíját, úgyhogy ez senkinek nem tűnt fel. Kijátszotta a hivatalokat. De nem ültette ott a fotelban 20 éven át. Nem, az asszonyt eltemették, csak erről nem tett lejelentést a megfelelő szerveknek. Mi ezt most kell? Hát nem az állam szerezt. Na mindegy, nem most beszéljük meg, de hát én azt hittem. Dehogy, majd elmesélem, hogy mi ennek az útja módja. 20 évig semmi, és akkor elmondom az összegeket, most egyébként pórul fog járni szegény. Mert nincs telenné válhat, nyilván egyértelmű, és még börtönbe is kerülhet, mert kimeríti az okirat hamisítás fogalmát. Az, hogy nem csinált semmit. De csinált, majd elmesélem, hogy mit. Ó, hírek után. István Dániel, a szúnyadó vulkán, aki beszól, az időzített bomba, aki megszól, és a tokodi terminátor, aki rátszól. Akarsz róla beszélni? Dani, az önindítóban. Ó, Dani akar, és közben megint jön neki az árösszehasonlítások. Angliában is olcsóbb egy csomó minden. 0,33-as kóla az 7 font, banán az 76 per kiló, és sorolhatnám, gátlásos hülye gyerek, írja nekünk Angliából. Tehát ez tényleg elképesztő, hogy lehet az... Ugye egy olyan országban, ahol az átlagkeresetek jóval alulmúlják a nyugati átlagkereseteket, ebben az országban a termékek effektíve drágábbak. Tehát nem az, hogy legalább annyi, hanem drágábbak. Hát ez a friss iPhone-ok kapcsán szoktunk mindig ezen csodálkozni, és ott is kiszámoltuk az áfát, és úgy is drágábban jön ki. Vannak nálunk még drágábban iPhone-t áruló országok, de érdekes módon ugyanaz a telefon Angliában olcsóbb, mint nálunk, pedig elvileg ezeknek fixárasoknak kéne lenniük, nem? Hogy mennyire fix, azt nem tudom, de igen. Tehát én is azt gondolom, hogy nem, bonyolult, meg fogja mondani nekünk a szakember. Dani, mesélj erről a nyugdíjasról.
Ez egy nő, ő még nem volt nyugdíjas, győri nőről beszélünk, 20 éve vette fel az édesanyja nyugdíját, hogy ő 20 éve elhalálozott már, hogy az édesanyja, csak ezt nem jelentette le a megfelelő hatóságoknak, és ő a legnagyobb lelki nyugalommal fogadta a postást minden hónapban, aki hozta az összeget. Ez egyébként első időben havi 70-80 ezer forint volt, később 90 ezer forintról volt szó. Erzsébet utalmányt kapott? Azt nem írják, hogy kapott volna. Szép kártyát. Nem tudok ezekről. A 100 ezer forintot biztos, hogy nem ért el ez a havi járandóság. És hát nő azt mondta, hogy jó, hát a küldik. Hát mit tudom. Én is így lennék ezzel. Hát a küldik, nem? Nem úgy van az ám, bocsi. Miért? Tehát az a magyar szabály, hogyha valaki elhalálozik, akkor azt le kell jelenteni a különböző adósság. Neked. De ki az az én? A leszármazott, például apunál. És én nem akarok vele foglalkozni? Hát nincs olyan. Ez a lakossági vagy állampolgári kötelességet, hogy meg kell tegyed. Sose hallottam erről. Elhiszem neked, de sose hallottam erről. Akkor most mondom mindenkinek, hogyha nem akar ilyen kellemet. De mi az, hogy lejelenteni? Elnézést, ha valaki meghal, akkor egy hatósági ember kiállít egy halotti bizonyítványt. Hát onnantól és azt te az megkapod. Államnál van az elhalálozás ténye. Hiszette? Hát miért? Ott ők nem tudnak arról, hogy elhalt? Nem. Azt gondolná az ember, hogy egy központi számítógép, amiben, hogyha kerül valaki, hogy elhunyt, akkor azt úgy látja mindenki, és itt a buli befejeződik. Én nem tudom, hogy számítógépe, de hogyha kiállítanak egy halotti bizonyítványt, akkor miért nem küldik el egyből a nyugdíjfolyósítónak? Hát az ő feladatuk. Meg az összes hivatalnak, hogy akkor ezt az embert töröljék. Teljesen jogosak a kérdés. Nem értem, miért az én dolgom ez? Én nem emlékszem, mert nekem is ugye apukám meghalt jó régen. Valószínűleg sajnos anyukát csinálta. Együtt csináltunk mindent, de nem emlékszem rá, mindent együtt csináltunk. Meg úgy, hogy ő a párja volt, lehet, hogy ő még özvegyi nyugdíjat is kapott, tehát nem akarok. Kapott, igen. Ehhez nem értek, tehát neki volt az érdeke, hogy ez az ügy gördüljön. Nálunk ilyen nem volt. Szépen én bebattyogtam a postára, és a halotti anyakönyvi kivonatnak a másolat, tehát elküldtem a nyugdíjfolyósítóhoz. Felhívtam őket telefonon ugyanis, hogy mi a dolgom, és mondta, hogy ennyi, hogy el kell küldjem minden nemű indoklás nélkül, csak magát ezt a másolatot, ők akkor így ezt beteszik a rendszerbe, és nem küldik a nyugdíjat, mert ha én ezt nem teszem meg, akkor ugyanolyan bűnözővé válok, mint a győri nő, még akkor is, ha nem veszem át a pénzt, mert ők jogtalanul utalnak apu után nekünk, örökösöknek pénzt. Hát még élhetett volna, miért nem mondod ezt? Ja. Egyébként elképesztő, teljesen jogosak ezek a kérdések, és nem csak a nyugdíjfolyósítónál, hanem ezt meg kell tenned mindenütt. Tudod, mi a bajom ezzel? Hogy ő nem egy proaktív bűnöző, azaz ő nem követett el semmit tevőlegesen, hogy ő a pénzhez jusson, hanem egyszerűen csak átvette. És a rendszer nem tudta, hogy a mama meghalt. Hát 2001-ig igazad is lenne, na. Akkor viszont már adatközlő lapot küldtek neki a nyugdíjfolyósítótól. Neki? Igen, hát az asszonynak. Hát az nem ő. Igen, de a lánya tudatosan cselekedve kitöltötte a papírt, és ráhamisította a halott édesanyja aláírását. Az nem szép. Na, 2001 után, úgyhogy innentől fogva nem volt Zsolia, hogy miért kap pénzt. Megszokta a pénzt. Megszokta, hogy jön. Van könnyű azt megszokni. Tudod, mennyi lett a vége? 13.705.000 forint. Ennyit kéne visszafizetnie. Aha. És nem is kérnek kamatot? Hát ezt hozták ki. Ennyi. Nyilván nincs ennyi pénze neki. Amúgy kimerítette a okirathamisítást. Hát ezzel igen. 2001-es eset után. Most ráraktak jelzálogot az ingóságára, és nyilvánvalóan vissza kéne fizetni ezt a pénzt. Szerintem börtön lesz a vége, mert nagy valószínűség szerint eltapsolta ezt az összeget. Ilyen kis jövedelem kiegészítésként tekintett rá az asszony. Jó, hát szóval, nem tudom, de addig szerintem teljesen rendben volt a dolog, amíg ő nem hamisított aláírást. Nem volt rendben, hát ő nyilvánvalóan tisztában volt vele, hogy az anyja meghalt. Azzal is tisztában de, volt, Dani, hogy egy kis ezzel tisztában. Zöld biciklivel jön egy postás, és az anyja nevére hoz pénzt. Tehát nem volt szellemi fogyatékos. Gondolta, hogy valaki után kap pénzt, aki nem él. De azt gondolta volna, hogy csak észreveszik, majd egyszer csak nem küldik. Hát érted, amit most kiküldtek tévesen, hát csak észreveszik, hogy most már nem kell küldeni. Nem vették észre. 2001-ig. Vagy nem szólnál? Én valószínűleg szólnék, mert jó, nyilván más az én erkölcsöm. Valószínűleg szólnék azért, mert tudom, hogy az a pénz az elvileg nem jár, de ugyanakkor baromira felháborítónak tartom, hogy ez az én dolgom, mindenféle hivatal, és ne felejtsd el, hogy nyilván nem csak a nyugdíjfolyósítóról van szó, hanem lejelenteni minden közszolgáltatónál, mit tudom én, földhivatal, fene tudja, hogy még hány helyen kell neked eljárnod. Hát miért nem ér ez össze, ez a néhány szál? Mire való a számítógép? Most őszintén kérdezem, mire való a számítógép, ha nem erre? Ilyen szempontból semmire. Mondom, ugyanezt csináltuk végig a nyáron. A hagyatéki tárgyalás az a legvége. Ott már
átkerül minden a nevedre, tehát legalább ott be kéne kerüljél valami rendszerbe, hogy így jelezzék, hogy ez az ember már nem él, és nem a nyugdíjfolyosítónak ez fel sem tűn. És számomra ez a szürreális, hogy szerinted Magyarországon minden állampolgár, akinek nyugdíjas hozzátartozója hal meg, ezt végig zongorázza, amit mi csináltunk, hogy elküldi a halotti anyakönyvét. Eszébe jut, hogy Jézusom, ezt nekem le kéne jelentenem. Nem tudom, hát nem mindenki nyugdíjas, aki elhalálozott. De hát nyilvánvalóan azért ez akkor is el kell küldeni, mert érted, hogyha most mondjuk 50 éves, akkor lehet, hogy 15 év múlva utalnák a nyugdíjat, ha nem küldenék el a nyugdíjfolyosítónak. Nem tudom. Ilyenkor az ember annyira, és egyébként komolyan, az annyira szomorú, annyira magára van hagyva ebben. Kihez fordulsz? Főleg, hogyha nincs pénzed. Ha van pénzed, lehet, hogy megkérsz egy ügyvédet, hogy járjon el. De kihez fordulsz, hogy ezeket a dolgokat egy ilyen sok hatás után ezeket végigcsináld? Tényleg valaki ne flegmán, hanem érzékel, adjon egy útmutatást, hogy mi a dolgod. Ezt most őszintén kérdezem, te közel voltál ez. Tudod, milyen undorító az, amikor felhívod a különböző szolgáltatókat, és nyilvánvalóan elmondod, hogy mit tudom, hogy mi történt a családban. Egy részvételt, semmi. Tehát mint a kiborgok ülnének ott, és tolja a begyakorolt szövegét, hiszen elmondtad neki, hogy ez egy szomorú eset, és te nem jó kedvedből telefonálsz, hogy rád irassák a gázórát, mert most már te leszel. Ja, és azért küzdesz, hogy te majd fizethessed a gázt. És semmi, olyan lélektelenül ment végig az egész. Semmi együttérzés. Semmi. Persze ezzel nem védjük a nőt, aki ellopott 20 éven át 13 millió forintot, mert ezt lopásnak nevezzük egyébként, bármennyire is szörnyű. Pont a napokban beszéltünk, hogy mi van, hogy talált pénzt utalnak nekünk, és visszautaljuk-e. Azért ez más, tehát 20 évig valamit tennie kellett volna. Én nem tudom, hogy tudott naponta, hónapra így élni, hogy ott volt a gondolat, hogy Jézusom, ezt egyszer valaki keresni fogja rajtam. Na akkor mi lesz? Ez egy érdekes kérdés, hogy ennek a napnak el kellett jönnie. Én nem tudom, hány éves a nő, lehet, hogy abban reménykedett, hogy nem a lány, hogy hát már ő is lassan az élők sorából távozni fog, és sose fog lebukni, akkor viszont volt egy jó élete. Hát azzal a plusz 90 ezer forinttal. 45 volt, amikor meghalt az asszony, ugye 20 évvel később vagyunk. 65. Hát ő is már nyugdíjaskorú. Hát akkor ő is már nyugdíjaskorú, így van. Nagyon-nagyon kellemetlen. Remélem, hogy nem kerül börtönbe. Csak hogy fogja ezt visszafizetni? Hát nehéz lesz. A nyugdíjfolyosító hatóság 5 évre visszamenőleg mintegy 4 millió 804 ezer forint erejéig kötelezte őt, hogy fizesse vissza. Igen? Az ügyészség pedig a fennmaradó 8 millió 901 ezer forint kára vagyonelkobzást indítványozott. Tehát ha jól olvasom, akkor ilyen, ha van annyi vagyon, akkor 4 millió 8-at kéne befizetnie. De ez mi ez a vagyonelkobzás? Mert az ingatlanul túl milyen vagyona tud lenni egy 65 éves nőnek, akinek szüksége van havi plusz 90 ezerre? Mindent visznek, tévé, minden, mindenre. De milyen, mit lehet értékesíteni? De Gyuritól megkérdeztem, hogy az a kanapé, amit én vettem, nem tudom, 8 éve 600 ezer forintért, mennyire lehetne eladni a Vaterán? Azt mondtad, hogy jó, ha egy százast kapsz érte. Hát kb. Tehát milyen vagyonelkobzás, amiből összejön 8 millió? Gépjármű lehet itt, ha van kis motorja, ilyesmi. Tehát, nagyjából így. Tehát 40 ezer, meg a gépjármű legyen 2 millió. Igen, nagyjából. Nem tudom, ékszereket, ilyesmit elvisznek-e ilyenkor. Hát, de 9 milliót nem fognak tudni összeszedni. És viszik el a lakásba. Nem, tényleg bűnös a nő, szó se róla, aláírom, de az, hogy ebben az országban, nem tudom más országban, hogy van, ebben az országban, amikor ki van építve egy számítógépes rendszer, vannak számítógépek, tényleg már minden irodában működik az internet, hogy ebben az országban ezek az információk nem futnak össze egy központban, ahol a nyugdíjfolyósító, a nem tudom kicsoda, az önkormányzat, a földhivatal rá tud nézni emberek adataira, akkor minek az egész? Ez nonsense. És tényleg papírokat, fénymásolatokat kell küldenünk 2018-ban ide-oda. Bizony, 10-15 helyre. Egy valamiről nem szól az egyik hír, sem pedig többet átnéztem, hogy bukott le. Hogy 20 év után mi történt, hogy hirtelen villogtak a gépek a nyugdíjfolyosítónak. Ez érdekes lett volna. Jó, ennek a nőnek most már mióta küldjük a nyugdíj. Hát az a nő, ez már 108 éves, vagy. Fene tudja, na jó van. Jó volt, jövünk vissza nem sokára, és egy picit visszatérünk az erdőtűzre, a kaliforniai erdőtűzre. Tudjátok, múlt héten már beszéltünk erről, mert Donald Trump, az amerikai elnök végre ellátogatott a helyszínen, és ilyenkor mi szokott lenni, ugye a politikus mindig elmegy a katasztrófa sújtott a területre, körülnéz, ha árvíz van, gumicsizmában van, ha erdőtűz van, akkor nem tudom, miben van, baseball sapkában, teljesen mindegy, és akkor ott összeráncolja a homlokát, nagyon szomorú lesz, és mond egy-két megható szót, intéz ugye a társadalomhoz, és együtt érez a hozzátartozókkal. Nagyjából olyan protokolláris dolg, de tényleg ez az együttérzés, hogy itt vagyok veletek. Én ezt gyűlölöm, amikor politikus elmegy egy katasztrófa sújtott a területre. De nyilván meg kell tenni, és ha én az lennék politikus, én is elmennék, mert akkor meg azt mondják, hogy miért nem ment el. Na de Donald Trump megint meglepőt produkált, mert ő nem teljesen ezt tette, hanem ő elkezdte hibáztatni tulajdonképpen az amerikai erdészetet. Hogy ők rosszul végzik a dolgokat, és ezért lehetett erdőtűz, mert ő megtudta a finnektől, hogy bizony a finnek az erdejüket gerebjézik. Na ennél
idiótább, hülyébb magyarázatot szerintem a világ nem hallott, a világ sajtó tele van most ezzel. És hát a finn elnök is nyilatkozott, hogy ilyet hülyeséget nem mondott a Trumpnak. A finnek ezt abszolút humorral fogják fel, de hogy picit tiszta vizet öntsük a pohárba, mi egy erdészeti szakértőt fogunk nem sokára megszólaltatni, dr. Nagy Dánielt, a NÉBIH igazgatóhelyettesét, az Országos Erdészeti Egyesület tagját, és ami a legfontosabb, az erdőtűz megelőző program menedzserét, tehát vele fogunk beszélni, hogy van-e egyáltalán ennek értelme, amit a Trump mondott. Hogyha gerebjézzük az erdőt, ugye nyilván az avar, ami van, tehát az összegerebjézzük, akkor nincs erdőtűz. Mik az erdőtűznek a legfőbb okozói? Mi Magyarországon ki vagyunk-e téve hasonló katasztrófának? Lát-e ő összefüggés a globális felmelegedés és az erdőtüzek között? És még sorolhatnám, tehát egy picit tisztába tesszük, még az is lehet, hogy meg fogja vélni Trumpot. Hát ezt nem hinném, de kíváncsi vagyok. Jövünk ezzel a témával a hírek után. Folytatódjon az új elindító István Dániellel és a reggeli rádiózás nagy ágyújával Bocskor Gáborral. This is the Good Morning Show. 7 óra 11 van, jó reggelt mindenkinek, Dani, hello. Hello, bocsi. Jó reggelt, Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. Aned, megérkeztél. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, neked is, szia. Na, hát gyerekek, itt a következő témánkra már rengeteg SMS jött, de most ezt figyeljétek. A múlt héten ugye foglalkoztunk a kaliforniai erdőtűzzel, amiben már 71 ember meghalt. A legutóbbi adatok szerint több mint 1000 eltűntet tartanak számon. És jelenleg is hát kb. 5000 ember dolgozik a tűz megfékezésén. Emlékeztek arra, hogy persze ettől is hangos lett a sajtó, hogy rengeteg világsztár, filmsztár veszítette el a házát, és az otthonát. Mi felhívtuk Villám Gézát, aki Kaliforniában él a családjával, és kaptunk első kézből némi információt az ottani állapotokról. Na most úgy éreztük, hogy ezt a témát most újra elő kell vennünk, nyilván a tüzet még nem fékezték meg, mert megérkezett a helyszínre ott Kaliforniában a nagy főnök, az Egyesült Államok elnöke Donald Trump, mi nagyon kedvence. És hát ugye mindenki azt várta, hogy milyen segítséget, támogatást, kártérítést, vagy legalább egy pár hazafias szót intéz majd az egybegyűlteknek, az érintetteknek. És aztán most valami egészen mást adott, nagyon meglepő kijelentéseket tett, amire az egész világ rácsodálkozott. Szerinte nem a klímaváltozás a felelős. Tudjátok, hogy ő nagyon-nagyon harcol a klímaváltozás ellen, de olyan értelemben, hogy nem az ellen harcol, hanem úgy harcol ellen, hogy nincs. De nem ismeri el, igen, ez a kampányában is az egyik fő kiemelt pont volt, hogy így van. Szerinte nincsen klímaváltozás. Viszont ő, a szemfüles elnök, valami teljesen mást fedezett fel az erdőtűz okaként. Először is kijelentett egy ilyet, tudom, hogy a fordítás, nem mi fordítottuk, tehát ezt a sajtó fordította, de a fordítás is önmagában vicces. Azt mondta Trump, nagyszerű klímát akarok. Gondolom, ez egy great volt. Nagyszerű klímát akarok, ezt meg is fogjuk kapni. És olyan erdőink lesznek, amelyek nagyon biztonságosak. Na. Hát erre vágyott mindenki, aki ott küzd a tűzzel, most már tényleg napok, hetek óta. Igen, nagyszerű klímát akarok, meg is fogjuk kapni, és olyan erdőink lesznek, amelyek nagyon biztonságosak. Eldöntötte az elnök. Abszolút. Ez egy olyan mondat, amiben viszonylag sok mindent bele lehet helyettesíteni. A lényeg, hogy fix legyen a nagyszerű szó, a biztonságos szó, a lesznek és a meg fogjuk kapni. Uh-huh. A többit azt te variálhatod, ahogy szeretnél. Igen, és ez a kijelentése. Na várjál, és akkor most folytatta ő az erdővel kapcsolatban, azt mondta, gondoskodnunk kell a padlóról. Nem tudom pontosan, mit ért padló alatt erdő összefüggésében, nem tudom, flooring, floor, nem tudom micsoda. Tehát lehet, hogy itt még a fordító is egy picit játszott ezzel a tartalommal, de azt mondja, gondoskodnunk kell a padlóról, tudják, az erdők padlójáról. Nagyon fontos. Nagyon. Meg kell nézni más országokat, ahol máshogy csinálják, az egy teljesen más történet. Találkoztam Finnország elnökével, és azt mondta, ők az erdők nemzete, így hívta magukat, és ők nagyon sok időt töltenek gerebjézéssel, takarítással. Nincs semmi problémájuk, ami van, az nagyon kis probléma. Wow. Szürreál. Tehát a finnek kigerebjézik az erdőt. Állítja Trump, hisz beszélt a finnek főnökével. Tőle hallotta. Az elnökkel, persze. Így van. Na most hát nyilván ez elért Finnországig is ez a kis eszmefutatás, ahol nem teljesen értették, hogy miről beszél Trump. És maga a finn elnök is megszólalt, Sauli Niinistö, egy helyi lapnak azt mondta, hogy ő biztos, hogy nem beszélt gerebjézéstől Trumpnak. Tehát ő sok mindenről beszélt, gerebjézésről nem beszélt Trumpnak. Valóban volt arról szó, hogy a finn területeket sok erdő borítja. Ezt elmondta Trumpnak. Tudod, Finnországban sok az erdő. És hogy van egy jó ellenőrző rendszer, amit ők fenntartanak, úton valami kamerarendszer van az erdőkben.
És most viszont a finnek kedvet kaptak, és az Instagramot elárasztották azzal, hogy ők miként takarítják az erdőt. Van például egy szőke nő, aki porszívózik az erdőben. És azt mondta, egy finn átlagos napja. Ez volt. A másik az indult a gerebébe, hogy na, akkor most megcsinálja, és szétgerebézi az erdőt. Tehát nagyon-nagyon vicces dolgok jelentek meg, és most elsőre ugye lehet, hogy furán hangzik, és könnyen megbélyegezzük Donald Trumpot, de eddig senki nem állt ki, és nem mondta azt, hogy nem tenne jót, ha gerebjézzük az erdőket. Hát ez mennyire életszerű ez, hogy tényleg mindenki megindul, és akkor erdőket gerebjézünk. Tényleg erdő mellett nőttem fel, 20 évig soha senki nem gerebjézett semmit, mondjuk le is küzdöttük egyébként a tüzeket úgy kicsiben. Nem hiszem, hogy ez egy jó megoldás. Egyébként az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy lehet, hogy annyira felkészült Trump ezzel a beszéddel, hogy megold bármit is, de azt nem tudta, hogy milyen város égett le a tűznek köszönhetően, mert hogy Paradise City-ről beszélünk. Nem City, Paradise. Paradise, ő pleasure-t említett. Igen, tehát élvezetet mondott paradicsom helyett, mert hát ugye még valahol máshol volt agyilag, neki még pleasure volt a helikopteren. Jól esett ez az, amikor ott ülsz, és várod az elnöktől a megoldást, és az tudja, hogy hol van. Az az a kisváros, ami leégett, és nem is fogják felépíteni. Igen, ugye, Paradise. A polgármester ezt mondta. Paradise Kaliforniában. Tényleg szörnyű. Na, szóval mi arra vagyunk most kíváncsiak, hogy van-e bármiféle logika abban, amit az amerikai elnök mondott, és hogy szerepel-e ilyesmi egyáltalán az erdőtüzeket megelőző protokollban, tehát maga a gerebjézés. És viccesen hangzik, de azért próbálunk komolyan is beszélni erről, és itt van a vonal végén dr. Nagy Dániel, a Nébi igazgatóhelyettese, az Országos Erdészeti Egyesület tagja, és ugye nagyon fontos, az erdőtűz megelőző program menedzsere. Szia Dániel, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Na, hát itt ugye nem tudunk igazságot tenni abban, hogy Donald Trump és a finn elnök között mi hangzott el, de vélhetően nem az, hogy kigerebézik az erdőt. Ennek van egyébként valami értelme? Tehát nem tudom, az erdőben mit lehet gerebézni, gondolom avart, tehát lehullott avart. Ez egyébként, hogyha van elég sok szorgalmas ember, ennek van értelme az kigerebézni az erdőből? Hát adott helyeken természetesen van, hiszen hogyha belegondoltok, ha akár tűzoltásnál, akár a tűzmegelőzésnél egy tűzpásztát készítünk, akkor a felszíni biomasszát, és valószínűleg innen jön a félreértés, mert hogy ezt surface fuelnek hívják, ugye ezt fordíthatták padlónak. Aha. A felszíni biomasszát, ezt ugye eltávolítják, de ugye nem az egész erdőbe, hanem mondjuk egy ilyen 20-30-50 méter széles területen. Tehát a tűzoltás alkalmával teszik ezt, amikor már tűz van. Tűz megelőzés alkalmával is, aha, hiszen akkor tudod kisebb területen tartani ezeket a tüzeket, hogyha ezt a tűzpászta rendszert nem akkor állsz neki kapkodva elkészíteni, amikor már égnek ezek a nyári tüzek, hanem az erdőtűz szezonon kívül készítjük elő ezeket a pásztákat, és itt valóban a felszíni biomassa eltávolításra kerül, de azt azért hozzá kell tenni, hogy a kaliforniai állományviszonyok és mondjuk Finnország között olyan különbség van, mint mondjuk itthon talán a kiskunsági ősborókás és a márcsai lucfegyves között. Most így tokodi példát nem tudok mondani, de... De abszolút értjük, igen. Igen, jelentős, igen. De akkor még az is lehet, hogy Trumpnak ebben igaza lehet. Az, hogy a finnek gerebízik az erdőjüket, az valószínűleg nem. De hogy ha a Kalifornia erdőket, ugye most én nem ismerem szakmai szemmel, de hogyha ott tettek volna valamiféle elővigyázatosságból valami hasonló munkát, akkor lehet, hogy a tűz nem terjedt volna ennyire el. Jól értem? Én úgy gondolom, hogy a kaliforniai erdőtűzoltó kollégák világ legjobbjai közé tartoznak, és minden olyan megelőzési intézkedést és tűzoltást is megtettek, amit képesek voltak. Itt egy háromszöggel szoktuk leírni ugye azt is, hogy tűz keletkezik, ezt ugye mindenki tudja, hogy mi kell a tűzhöz, van éghető anyag, oxigén, meg megfelelő hőmérséklet, és van egy ugyanilyen háromszög, ugye az amerikaiak szeretik az egyszerű szimbólumokat, a tűz terjedésre, és az, hogy mi befolyásolja az erdőtüzek terjedését, az három dolog, a domborzat, az időjárás, és a biomassa, ami ott van. Hogyha belegondolunk, hogy Finnországnak mondjuk milyen a domborzata, az egy nagyobb sík terület. Még Kaliforniában nagyon sok meredek lejtős terület van, ahol a tűz felfelé sokkal gyorsabban terjed. Az időjárást is ugye úgy hasonlíthatjuk össze, mint mondjuk Európában a finn és a spanyol időjárást, hiszen Kaliforniának egy ilyen mediterránabb jellegű időjárása van. És akkor most jön a legnagyobb különbség, hogy Kaliforniában talán a filmekben is sokan látták, hogy inkább ilyen bozótos magyar fogalom szerint az még nem is erdő, talán a chaparralnak hívják. Horvátországban is lehet látni, ilyen 2-5 méter magas bozótos területek vannak, kisebb fákkal,
és ez ég, tehát nem egy hagyományos nagy 40 méter magas fenyveség, ezek szinte áthatolhatatlanok, és ami a nehézséget okozza, az a emberek létszáma Kaliforniába, és nagyon sokan kiköltöztek ugye a vad területekre. Igen. Kalifornián belül, a házakat beépítették az erdőbe gyakorlatilag. Erre egyébként az amerikai tűzökológusok azt mondják, hogy hát oda költözött az ember, ahol már a tűz néhány millió éve lakik. Aha, mert ez egy természetes jelenség újra és újra, hogy begyulladnak ezek az erdők. Most itt csak azért kérdezem, hogy a Trump mondta, hogy ő tulajdonképpen tagadja továbbra is a klímaváltozást, mint okot. Tehát ez amúgy is egy periódikusan újra és újra visszatérő történet, vagy valóban összefügg a klímaváltozással az, hogy most az az erdő, ami 10 évig nem égett, most aztán is elkezdett égni lelkesen. Tehát van itt összefüggés? A klímaváltozásnak Kaliforniában mondjuk teljesen más hatása van, mint mondjuk az Egyesült Államok északi részén, Montanában vagy Idahóban. Kaliforniában az összes vegetáció tűznek a több mint 80%-át egyébként emberi gondatlanság okozza. Amire van a klímaváltozásnak hatása, az előbb említett tűz környezeti háromszög, hogy mennyire szárad ki az a biomassa. Ugye évek óta halljuk, meg olvassuk az interneten is, hogy tavak tűntek el Kaliforniában, töredéke a csapadék, nagyon szélsőségesen esik le ez a csapadék, minden nagyon ki van száradva, hosszabb lett az erdőtűz szezon, amikor meg tud gyulladni ez a vegetáció több hónappal, és ha meggyullad ez a vegetáció, és ez a nagy különbség, ez Európában is ugye láthattuk, akár Németországban is nagy erdőtűzek voltak idén, Spanyolországban, Portugáliában, akkor sokkal intenzívebben ég. Tehát ahol eddig mondjuk 5 méteres volt a lángmagasság, ott most 10 méteres a lángmagasság. És ez egy teljesen új kihívás elé állítja a tűzoltókat is. És kicsit visszatérnék az ilyen bozótosba beépített házakra. Uh-huh. Ugye a tűzmegelőzés egyik eszköze az, hogy tűzzel távolítjuk el ezt a biomasszát alulról. De hogyha oda házak épültek be, akkor ez a prescribed burningnek nevezett ellenőrzött égetési technika, ugye már egy lakókörnyezetben nem alkalmazható. És hiába kérték az amerikai tűzoltó kollégák a háztulajdonosokat, hogy arra figyeljenek oda, hogy közvetlenül a ház mellett ne legyen olyan éghető növényzet, amiben tovább tud terjedni az ilyen típusú tűz. Nagyon sok háztulajdonos ezt nem csinálta meg, és ugye azt is tudjuk, hogy az amerikaiak jellemzően nem téglából építkeznek. Igen, faszerkezetű. Tehát máshogy tudnak meggyulladni ezek az ingatlanok. Igen, ez baromi érdekes, hogy egy picit a magyar helyzet is fog érdekelni, csak most amit mondtál, hogy múlt héten, amikor erről beszéltünk, egy német tévésztárnak Malibuban volt egy háza, Malibu ugye egy tengerparti rész, de az erdőtűz elterjedt odáig. És a fotókat a ház megsemmisüléséről lehetett látni, amiben az volt az érdekes, hogy a ház porig égett, de a házat körülvevő bokrok, pálmafák, fák gyönyörű szép zöldben pompáztak, hogy már a németek arra gyanakodtak, hogy itt valamiféle szándékos gyújtogatás történhetett az erdőtűzre hivatkozva, de ez elképzelhető, hogy a tűz úgy terjed egy házig, a tengerpartig, ebből a kaliforniai erdőtűzből, hogy érintetlenek maradnak pálmafák, bokrok és más jellegű növényzet? Ilyenkor, amikor közeledik a tűz, akkor nagyon sok háztulajdonos megpróbálja az öntözőrendszer bekapcsolásával, illetve locsolással védeni a házát. Lehetett ilyen képeket is látni akár Törökországból is. És hogyha megfelelően az élő növényzetet öntözzük, akkor ugye annak a nedvesség tartalma az fel tud emelkedni, míg viszont az izzó zsarátnokok ugye ráesnek a házra, mert itt a legtöbb házat nem az égeti el, hogy odaért az erdőtűz, hanem egy erdőtűzből nagyon nagy mennyiségű ilyen izzó zsarátnokot visz a szél. Azt kell még tudni Kaliforniáról, hogy van két ilyen helyi szelük, a Santa Ana és a Diablo, ami nagyon erős, és ugye ilyen periódikusan egész nap fúj, mert ugye az óceán felül ugye a nedves légtömegek ide-oda, vissza, és ilyenkor a ház tetejére eső zsarátnokok hamarabb meggyújtják a házat, ott, hogyha az öntözőrendszer megfelelően működött még a ház környékén, akkor ugye a házat ez nem fogja tudni eloltani, de ott a környékbeli növényzetet megóvta. Ilyenkor ezekből a házakból legtöbbször csak ugye a kandalló kémény szokott kiállni, a képeket is látszik sajnos.
Igen. Mi a helyzet Magyarországon? Csak itt most látjuk ezeket, meg ugye te is mondtad, hogy az amerikai erdőtűzoltók a világ legjobbjai. Ha nálunk valami hasonló tűz keletkezne valamelyik erdőségben, például nekünk van olyan repülőgépünk, ami felszáll a hasában, nem tudom hány tonna vízzel, és ezt folyamatosan tudja rászórni az erdőkre, vagy nekünk ilyenkor külföldi segítséget kéne kérnünk? Szerencsére nem kell külföldi segítséget kérnünk. A magyar tűzoltók és a magyar erdészeti szakemberek is remélem a világ legjobbjai közé tartoznak, illetve tudom. Mi a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt. 2012 körül ugye ez a klímaváltozási hatás már hozzánk is elért, tehát azt látjuk, hogy az elmúlt egy évtizedben nálunk is megnőtt a nagyobb kiterjedésű tüzeknek a száma. Tehát 2012-ben mi is túlléptük az 1000 hektáros koronatüzet Bugacon, és akkor indult a Médik Erdészeti Igazgatóság és a Katasztrófavédelem koordinálásával egy olyan komplex erdőtűz megelőzési program, ami mindkét területre kiterjedt, tehát egyrészt, hogy ne is okozzanak tüzet az emberek, hiszen Magyarországon az erdőtüzek 99%-át emberi gondatlanság okozza. Uh-huh. Másrészt az erdőket is olyan állapotba hozzuk, illetve a szakembereket, erdészeket, tűzoltókat úgy képezzük, hogy minél gyorsabban el tudjuk oldani ezeket a tüzeket. A tűzoltó repülőgépekhez annyit tennék hozzá, hogy ezek nagyon látványos eszközök, de mindig csak a kiegészítői a földi tűzoltásnak az ilyen nagy tüzeknél. Valójában van olyan vélemény is, hogy a tűzoltó repülők azoknak megvan a maga szerepe, de elsősorban a politikai színház részei. Mert látványosak. Tüzeket, hát nagyon látványosak, és ugye ez egy kicsit nehézkes is a tűzmegelőzésben, mert a tűzmegelőzés az egy láthatatlan tevékenység. Tehát ha jól csinálod az erdőtűzmegelőzést, akkor ez elég sokba kerül, így hogyha számokba kell beszélünk, de egy idő után úgy tűnik, mintha abban az országban nem is lenne erdőtűz probléma. Tehát így nagyon sok országban így nagyon jó erdőtűz megelőzése van, és sokszor elfelejtik a döntéshozók, hogy hát nálunk nincs is erdőtűz, minek költötök erdőtűz megelőzésre. Világos. Na jó. Egy ilyen ördögi kör. És egy nagyon összetett téma. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad nekünk. Köszönjük szépen. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük dr. Nagy Dániel, a Nébih igazgató helyettese, az Országos Erdészeti Egyesület tagja, az erdőtűz megelőző program menedzsere. Köszi, szia, szép napot! Sziasztok! Na, hát figyelj gyerekek, nagyon jó válaszokat kaptunk, teljesen érthető, tehát a gerebézésnek egyébként lenne értelme, csak senki nem fog gerebézni, és... Itt, hogyha hallgatunk, írja talán a gátlásos hülye gyerek, hogy jó az, hogyha gerebézünk, tehát ezért ki van találva a természet, valószínűleg az avarnak, meg ennek a lehulló dolognak aztán az ökoszisztéma szempontjából szerepe van, hiszen egy körforgásban vesz részt, tehát ha ezt kigerebézzük, akkor nem biztos, hogy jót teszünk az erdőkkel. Igen, hú, ezt is meg akartam volna kérdezni, tehát az erdő valahol mégiscsak egy ilyen öntisztuló folyamatban van, tehát lehullik a levél, ugye avarrá válik, az valahogy beépül a humuszba, lebomlik, stb. Kell az oda, így van, de ugyanakkor elmondta a szakember, hogy ez a surface, nem tudom, fuel, ahogy ő nevezte, ami tulajdonképpen maga az a biomassa, ami az erdő talaján hever, az nagyon gyúlékony, de lehet ilyen, nem tudom, ha jól értelmeztem, ilyen sávokat kialakítani, hogy ne terjedjen tovább. És ez az, ami az erdőtűz megelőzési program, hát ki tudja, hogy Kaliforniában, inkább tényleg teljesen más erdők vannak ott, mint itt, tehát nem azok a magasfás rendszerű erdők. Nem tudom, de azért önmagában vicces, nem? Tehát itt valaki mondja, hogy a Donald Trump óta megérett a világ a pusztulásra, tehát hogy ezt így intézi el, amikor ez tényleg egy óriási katasztrófa abban az országban, és feltételezem, hogy az 1000 eltűnt emberből, vagy rőle csomóról ki fog derülni az, hogy már nem él, és ezt azzal elintézni, hogy a finnek bezzel gerebéznek, azért az nekem már morbid. Hát felláborítom, mert képzeld, hogyha ott élsz és veszélyben vagy, és ezt végignézed a tévéképernyőjén, hogy mennyire érzed magad biztonságban, hogyha az elnököd ezt mondja, hogy hát ezt kellett volna csinálni, semennyire. Igen, szóval az elnök azt mondja, hogy a finnek gerebéznek. Hogyha egy suliban kivégeznek 27 diákot, erre mit mond? A tanárok fegyverkezzenek fel. Tehát nagyon furcsa megoldásokat ad dolgokra. Lehet azt is mondani, hogy tök szimpi, mert mennyire unortodox megközelítései vannak különböző problémákra, csak azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez a helyes. Főleg az, hogyha ilyen áldozatok, vagy ilyen mennyiségben vannak áldozatok. Mm-hmm. Na, és nektek volt valami? Nem tudom, te mikor éreztétek először a globális felmelegedést? Amikor azt mondtad, hogy most már érzem. Nézd meg a mostani évet, tehát hogy milyen évszakaink vannak. Tehát effektíve eltűnik a tavasz meg az ősz, és akkor tulajdonképpen kitolt nyár van, meg kitolt tél. Hát, múlt héten még rövidújúban ültünk a kedvenc pékségünkben. Ez sem normális, hogy november elején ilyen idő van. Én azt mondom, hogy én például a gyerekkoromban nem voltak faktoros bőrkrémek, vagy hogy hívják ezeket. Tehát egyáltalán napolaj volt, vagy talán, de nem faktor volt, hanem inkább az, hogy hát azért használtak a szüleink
nekünk napolajat, hogy a nap sugarait még felerősítse, hogy még jobban bronzosítson. Igen. Érted? De ma gyakorlatilag olyannal kenjük magunkat. Tehát ez nem volt. Az, hogy tényleg 5 perc alatt le tudsz égni a napon, erre én nem emlékszem. Sőt, még szeptemberben is, tehát szeptember végén még strandidő tud lenni. Tőlem októberben megkérdezték, hogy bocsi, szoláriumban volt? És mondtam, nem, soha az életben nem voltam szoláriumban, tehát, mert valahogy elcsípett a nap valahol októberben. Igen, valahogy egészen kezd megbojdulni ez a 4 évszak nálunk is, és ez szerintem abszolút a globális felmelegedés. Hát akkor írjatok a Trumpnak, hogy mégis van. Nálunk van. Gyere, nézzük az erdőt, de nézze meg. Nézze meg, nálunk itt van. Ja, és volt bármi, amit felgyújtottál véletlenül, csak hogyha már az erdőtüzeknél vagyunk? Persze, gyerekkorunkban a testvéremmel a polcot, mert ott éppen abban a korban volt, hogy úgy gondolt, hogy kipróbálja a cigarettát, jöttek anyám, még bedobta a csikket, hogy ne lássák, és a füstre jöttek. De ügyes. Ügyes volt, igen. Mert hát én heti rendszerességgel az arcszőrzetemet leégetem. Amikor ülök. Most is? Most nem, de amikor így nem veszed észre, hogy ég a szemöldököd, vagy a szempillád, vagy amikor hajam volt, csak érzed azt, hogy éget szagod. Mert ez maximum tábortűznél van. Nem, mert káros szenvedélyemnek hódolok a WC-n ülve, és akkor így nyilvánvalóan kómás vagyok, mert korán kelek, és nem veszem észre, hogy hozzáér a cigaretta például a hajam. Komolyan. És akkor érzed azt az éget szarú szagot, iszonyú. Ahogy ül a Dani a vécén, és a cigaretta haját pörköli. Én ugye egyszer felgyújtottam a konyhánkat, még nagyon-nagyon rég, föltettem olajat, hogy sült krumplit szeret, és bemetem a nappaliba, és elfelejtettem, hogy az olaj fönn van. És ráadásul a legnagyobb hibát követtem el, de hát akkor még voltam 13-4 éves, hogy próbáltam vízzel oltani. Na hát azt a robbanást, ami volt a konyhában, és fekete plafon, tehát másik volt kidobott csík szemétkosárba, kiürített hamutartóz, és csak az egyik csík még égett, passzus a függöny égett. Tehát egy párszor már megúsztam ilyen gyulladásokat. A Sláger Rádió recepciója is majdnem így égett le egyszer. A recepciót? Volt ott egy kis dobozunk, amit kivittünk, amikor friss levegőt szívtünk, és nem oltottál valaki benne. Komolyan? A csíket bele a ládába, a kosárba, és akkor a piroska a recepción arra lett figyelmes, hogy füst van. Sőt, mi egyszer csináltunk a Lajosékkal meg a Mónival krampampulit élőadásban, és a Móni megijedt a rumtól, vagy nem tudom, hogy lehet a rumtól megijedni. Megijedt a rumtól, és egyszer csak hát alkohollángban égett az egész keverőpultos rész. Az megdöbbentő volt. Hát és aztán ledobtátok a padlószőnyegre, így és van. Az örök mementóként ott volt az a lyuk. Ott volt a lyuk, ahogy a padlószőnyeg égett a finom rumtól. Meg krampampulisztunk. Na jó, szóval tényleg nagyon-nagyon oda kell figyelni. És hát ezt most a hallgatóktól is megkérdezzük, hogy mondjátok el, mit gyújtottatok fel véletlenül. Ugye, nekem van stúdióm, konyhám, Daninak szemöldöke, függönyöm nekem. Tehát mi az, amit felgyújtottatok véletlenül, és hogy mi lett ebből? Ez lehet most egy szántóterülettől, egészen csak a lakásig, vagy egy háztető, vagy a kocsi, vagy a saját ruhád, vagy mit tudom én, nyilván megúsztátok, mert nem írnátok, tehát mi volt az, amit véletlenül felgyújtottatok? 0672-89-89-5. Hölgyeim és uraim, a 89-5 Music FM stúdiójából élőben jönnek az önindítók. István Dániel és Bocskor Gábor. This is the Good Morning Show. 3:18 elmúlt egy perccel. Köszönöm, Dániel, köszönöm. Segítek, tesó. Nyúlj a hónom alá. Legyél a mankóm. Mankó. Leszek a mankered. Fejtsd ki ezt, hogy mi ez a fétised most. Fétis? Nincs itt fétis. Semmi. Mankód vagyok. Jóban, rosszban. De te szoktál nevekre élvezni. Hát élvezni nem tudom. Szerete, hogyha valami bekattan és hallom, akkor ezt igen sokszor szoktam. És az örömmel tölt el, és az egészen a csúcsig eljuttam. Előbb ennek szemtanúi voltunk. De ugye? Hát én jutottam csúcsra, hogy háromszor kimondtam, hogy emaki. Meghallom, és akkor tetszik. Na, szerintem kezdjük el, van egy közlekedésünk. Sziasztok, Nagykovácsi úton frontális baleset, nagy dugó várható, mondjátok be, léci, köszönöm, Ádám ezennel megtettük, és hát itt azt kérdeztük, hogy miket gyújtott fel véletlenül, és nagyon sok kreatív történet jött. Azt mondja, egyszer már beszéltünk róla adásban, én felrobbantottam a Miskolcon a Kilián gimnáziumot, Peti. Ja, nem emlékszem egyébként. Hát lehet, hogy valami robbanás történt ott, nem tudom, kémia órán vagy ilyesmi. Sziasztok, tesómmal az íróasztal szekrényt gyerekként szüleink épp fürödtek. Milyen helyesen, amikor pancsiznak a szülők, nem? És arra jönnek ki, hogy lángol az íróasztal. Jön be a füst a fürdőbe. Ezt is figyelj, ezt a szorít. Jó reggelt, nekem a férjem kamaszkorában gyújtotta fel a kanapét, mert fázott. Betakarózott pokróccal és hajszárítóval melegítette magát, és egyszer csak azt vette észre, hogy kigyulladt a kanapé. Szerencsére csak egy lyukat égetett bele, és el tudta oltani hamar, Szilvi. Ah,
Jó kis probléma megoldó gyerek volt. Nálunk van egy idióta tűzoltó fickó, aki neki áll tarlót égetni, és majdnem felgyújtott egy tanyát is, üzeni Judit. Szóval ez a tűzoltó, én tudom, hogy kell kordában tartani a tüzet, most egy picit tarlót égetek, de ott már megállítom. Persze. Nem állította meg. Koleszban hagyományos rezsón gyantát melegítettünk, és egyszer csak felrobbant az egész edény. A rezsón még csak le sem lehetett kapcsolni gyorsan a rezsót. De ez mi? Ja, hogy akartatok szörteleníteni? Valószínű, igen, tudod, van ez, amit hőre elvíteni kell, és úgy kened föl, és akkor úgy közöbben leszedi a szőr. Hát az Eszter, a Balkó egyszer a mikróba melegítette, kinyitotta, a földön volt neki a mikró, és annyira szétfröccsent a lábán, hogy egy évig a bőrgyógyászatra kellett járnia, mert olyan mély sebeket okozott. Úgyhogy ezek robbannak bizony. Ez nagyon durva. Sziasztok, én egyszer meg akartam mutatni az ismerősömnek, hogy ég a nyárfa pihe, és sikerült felgyújtanom a városi lovardát. De időben szóltam, hogy halljátok, ott hátul ég valami, hál' Istennek nem lett kár. Szép napot, hát most felgyújtottam a városi lovardát, vagy nem? Mi az, hogy nem lett kár? Hát ha ég a városi lovarda, az kár. Hát neki nem, biztos. Ja, oké, nem lett nekem kár. Nekem nem lett kár. Ez annyira helyes ez a történet. Lángoló sertés ült a sütőben. Kinyitottuk a tűzhely ajtaját, a lángok felcsaptak, leolvadtak a gázcsavaró gombok. Szóltam a tűzoltóknak, hogy nem kell autó, csak egy porraloltó. Két kocsival jöttek ki, jóképű fiatal tűzoltók kommandósként ugráltak le az autóról, és rohantak be a lakásba. Egy tányért raktak a lábosra, ez volt a tűzoltás. Az utcán meg bámult a szálltáti tömeg. Nagyon égtünk mi is, üzeni Gigi. De ő szólt, hogy nem kell itt kommandozni, csak egy porraloltót hozzanak, rátett a lábos tetejére. 30 évvel ezelőtt Budakalászon 8 évesen haverral a patakparton játszottunk egy doboz gyufával. Elvesztettük az irányítást, nem sikerült eloltani, a méter magas nádas több száz méteren leégett. Senki sem tudja, hogy mi voltunk, üzeni Laculek. Hát és hány ilyen tűz volt. Jó, nagyon érdekes, amit Laci akar mondani, illetve nem tudom, hogy érdekes. Laci, szia, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Na, tehát, hello. Hogy így bevezetétek a sátorba, hány évesek voltatok? Hát én voltam 8. Aha, és mit akartatok a sátorban az árammal? Hát igazából apám ugye hát értett a villanyszereléshez, mármint alapból ez volt a szakmája, de kocsmája volt, és hát neki volt ott egy műhelye, ott mindig szeregetett, én meg álltam mellette, és hát jól érezte, hogy így át kéne adni a szülői tudást a gyermeknek, és ugye ez az a szint, amikor még nem vagy érett, de a tudásomnak már a birtokában vagy, úgyhogy én villanyszerelni tényleg tudtam, illetve sőt, hát elváltak a szüleim, úgyhogy elég hamar már nem vele élek, elég régóta nem vele élek, de azóta is abból élek, tehát a mai napig, hogyha konnektort cserélek, vagy kapcsolat, vagy villanyízót, vagy mi a fenét... Akkor lámpát. Ezeket te vágod. A 8 éves kori tanulmányaim alapján a lényeg az, hogy hát én gondoltam, hogy kamatoztatom ezt a tudást, úgyhogy érintésvédelmi szempontból rendben volt egyébként, tehát bevezettük az áramot a sátorba, a kertben, de ez nem olyan sátor, mint amivel kempingezni szoktál, hanem ilyen játéksátor, hogy ilyen, van egy ilyen váz, arra ráhúzol nájlomból egy ilyen házikót. Igen, igen. És mit akartál ott, villany? Tehát, tehát bevezettük a világítást, és azzal nem foglalkoztam nagyon, hogy akkor még nem voltak halogén izzók, mert koromat megelőzve vezettem be az áramat. Rendes izzók voltak, amik ugye termelik a hőt, úgyhogy hát én szépen felakasztottam egy foglalatot, meg az izzót, pindurkát még hozzá is ért a falhoz, mert ugye nem középen lógott, hanem igen, a félén. Felkapcsoltuk, boldogak voltunk, milyen jó világos van a sátrunkban, majd egyszer csak ugye besütött a nap is, mert leégett a tető, és nagyon gyorsan elkezdett az egész leolvadni a fejünk fölött, úgyhogy igazából elszaladtunk. Jó, hát te nem hibáztál, te tök jó bevezetted, most hogy rossz a jobban volt a sátor, hát erről a gyártó tett. Igen, hát pedig kell jelenteni az egészet, igazad van. Jaj, tehát én benn voltatok, és ott és aztán úgy menekültetek az olvadozó sátor alól. Hát így kiszaladtunk, igen. Aha, megdicsért valaki? Hát igazából nem, mert apám nem volt ott, anyám nem tudom mit csinálsz, nem bent főzött, tehát az ilyen gerti tevékenység, a gyerekim van csöndben játszik, nincs semmi baj. Végül is baj nem lett, igen. Sátrunk után nem volt, egy darabig. Értem, na jó, köszönjük szépen, köszi Laci. Szia. Hello, ciao, szia, és egy tucunul jön, ugye? Jól mondom? Így van, tucunult játszunk. 0672-89-89-5. Tucunul, tucunul. Nem tudnám. Vesz a tucunul? The webcam is active. Az más. 8 óra lesz 5 perc, a Viki üzeni, hogy én a buszon ülve játszottam a pulóver zsebében egy tűzköves öngyújtóval. Sikeresen felgyújtottam a pulóveremet és a kabátomat. Kemény vagy. Igen, jó volt. Na jó, egy másik Vikivel játszunk. Hello Viki, jó reggelt, szia!
Sziasztok, jó reggelt! Szia, Viki! Képzeld el, akkora torta fődíjunk, 80 szeletes, 3 emeletes. Ez lett a tiéd. Na jó, tök jó, anyukának most lesz az 50. Anyukának az 50. Hát akkor ezzel meg is úsztátok. Ez a főnyeremény majd? Vagy ez már pénteken sorsoljuk, ezért most játszunk, hogyha nyer a Viki, akkor kap egy utalmányt, és akkor pénteken ott vagy a sorsolás. Na, de hát mivel tegnap nem nyertünk, így viszonylag kevesen lesztek valószínűleg a bödönben. Na de Vikikém, találjuk ki ezt a pakisztáni férfit, összetett a szó, aztán majd mindent tisztázunk, jó? Jó, rendben, köszönöm. Ott Tósza. Ezt hogy lehet kitalálni? Pedig olyan könnyűnek tűnt, még rá is kérdeztem, hogy tényleg adjuk ezt le. Ott Tósza. Hát annyit mondjuk, hogy ez egy sport. Sportág. Ott Tósza. Srácok, ékezetes az eleje, amit ő ónak mond, az egy picit másabb lesz. Ott Tósza? Igen. Ott Tósza. Na. Jó, segítettünk persze. Nem baj. Nagyon hát, mert szeretünk Viki, ez azért van. Szeretünk Viki. Igen. A nyereményed... Te is minket, szuper, mindenki szeret mindenkit. A nyereményed egy 5000 forintos vásárlási utalvány a Vanilin cukrázza felajánlásával, és hát esélyes vagy a fődíjra, amit az előbb emlegettem, ez egy 3 emeletes, 80 szeletes torta. Pénteken sorsoljuk ki. Nagyon szépen. Nagyon szívesen. Oké, drukkolunk neked. Ha anyunak szüri napja van, akkor nagyon drukkolunk neked, jó? Jó, köszönöm szépen. Oké. Okay. Neked is. Szia, Viki. Hello, hello. Na, Viki, egy tünemény volt, szeretem az ilyen kedves hangú lányokat. Jó, itt már mindenki, jó, most már nem gyújtogatunk, most már teljesen másról lesz szó. Régen már egyszer volt szó erről, amikor a Napló című műsor, még a TV2-nél, jól emlékszem, próbavásárlást csinált ugyanabból a termékekből, ugyanazokból a termékekből Ausztriában és Magyarországon is, megdöbbenésre kijött az, hogy Ausztriában minden sokkal olcsóbb. Ilyen általános hétvégi bevásárlás, tehát egy ilyet csináltak, és most valami hasonló csinált a Riposzt, összehasonlított egy csomó terméket, Ausztriában vásárolva és Magyarországon vásárolva azonos termékeket, és azt is leszámították, hogy nálunk jóval magasabb az áfa, tehát áfátlanították ezeket a termékeket, és mégis gyakorlatilag a legtöbb termék jóval drágább Ausztriában, és ezt nem értjük. Igen, próbáltuk tegnap kútfélből megfejteni, és arra jutottunk minden mondat végén, hogy igazából minden szempontból olcsóbb kéne, hogy nálunk legyen a termék. Pontosan. Hiszen a munkaerő olcsóbb, nagy valószínűséggel az üzletbérleti díja is olcsóbb, vannak olyan termékek, amiket ki sem kell vinni az országból, hiszen így gyártják, tehát szállítási költség sincs. Mégis mi lehet ennek az oka, hogy kint olcsóbb a bevásárlás, mint nálunk Magyarországon? Semmi nem indokolná ugyanis. Semmi nem indokolja. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd mit mond egy szakember nekünk, mert felhívjuk Szoper Zsófiát. Ő egy pénzügyi szakértő, egyébként ráadásul szokott Ausztriában is ő is vásárolni, és amikor ezt a témát bedobtuk, akkor onnantól csak ömlenek az SMS-ek, vagy határmenti vásárlók, akik ugye átjárnak külföldre, Szlovákiába, Ausztriába főleg vásárolni. Rengetegen írnak, akik külföldön dolgoznak, hogy mi mindent hoznak haza Magyarországra, ami effektíve jóval olcsóbb kint. Egyébként itt a minőségre is újra és újra kitérnek, tehát itt valaki üzeni, hogy Ausztriában az öblítő olyan, mint a puding, itthon meg, mint a víz. És ebben is van valami. Uh-huh. Tehát, hogy, de ez egy másik téma, hogy mennyire más összetevői vannak ezeknek a dolgoknak, de itt konkrét árakat fogunk említeni, hogy mennyivel drágább Ausztriában, vagy olcsóbb Ausztriában egy termék. Nyilván például a húsáru az lehet, hogy Ausztriában, Németországban drágább nálunk, de azért tényleg szembetűnő, és ennek az okát próbáljuk megtudni. Tőletek, drága hallgatók, meg azt szeretnénk közben megtudni, hogy amennyiben a határ közelében laktok, hogy átjártok-e a határon vásárolni, legyen Szlovákia irányába, vagy Ausztria irányába, és ha igen, miket szoktatok vásárolni, mi az, ami tényleg olcsóbb, milyen rendszerességgel jártok oda, tehát erről szeretnénk egy picit informálódni. Jövünk a témával a hírek után. A 95 Music FM stúdiójából élőben jönnek az önindítók István Dániel és Mocskor Gábor. This is the Good Morning Show. 8 óra elmúlt 15 perccel, pont 4:90, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, Dani, Gyuri. Hello, bocsi, jó reggelt. Jó reggelt, Anett ma hajat mosott. Jó reggelt. Jó reggelt. Ma is, csak ma ugye felhívtam rá a figyelmet, mert tegnap mezőkövesdi tanárnőnek tituláltatok az összekötött hajammal. Csak a külsődet.
A hajadnak nem volt hozzá köze. De a Dani kihangsúlyozta, hogy az összekötött hajam. Na, beszéljünk erről, mert amikor már kora reggel felvezettük ezt a témát, tényleg ömlenek az SMS-ek azzal kapcsolatban, hogy mennyi minden olcsóbb, milyen tapasztalataik vannak a hallgatóknak, hogy mennyi minden olcsóbb külföldön. És nem tudom, hogy veletek előfordult-e már, de tényleg, amikor az ember úgy külföldön jár, legyen az Ausztria vagy Németország, tehát ilyen közeli helyeken, vagy még nyugatabbra, hogy mintha olcsóbbak lennének a termékek. És én ezt például magam be tudtam magamban azzal, hogy hát jó, hát euróban költünk többnyire, az euró az ugye kis számjegyű, és az ember nem veszi észre. Én például nem vagyok olyan, aki elkezdi azonnal számolni és beszorozni 321-jel. Te igen? Én amikor külföldre megyek, az az első, hogy megnézem, hogy Angliában, akkor nyilván a fontot váltom le, és kis telefonom a kezemben, és szorzom. Komolyan? Aha. Én általában úgy érzem az eurót. Tehát én... életben vannak. Nem azért, hanem az, hogy mit tudom én, ha egy pulóver kerül 40 euróba, akkor ezt pontosan érzem, hogy az most jó ár ezért, vagy rossz ár ezért. Tehát én most így vagyok ezzel. Tudom, mert egyébként te mindig euróban beszél, de tudsz dollárban is beszélni, én pedig mindig megkérdezem, hogy ez mennyi is forintban, mert én meg nem tudom úgy felmérni. Ha egyszer vala eljutunk oda, hogy váltjuk majd a pénzünket euróra, akkor nekem én ez a klasszikus problémát okoz majd, hogy tudjak benne számolni. Hát a szlovákok is mondták, hogy ők nagyon-nagyon sokáig még fejben átszámolták koronára, sőt, a mai napig rengeteg boltban ki van írva a korona értéke is, ugye azon a váltószámon, amikor váltották annak idején a koronát euróra. Tehát, hogy ez gondot okozhat. De mondom, lehet, hogy ezért tűnik sok minden olcsóbbnak, nem? Tehát nem tudom, veszel egy hasamra ütök egy üveg bort, 3 euróért, akkor azon olcsó. És hogyha beszorzod, akkor az már mégiscsak 1000 forint, annyiért már itthon is kapsz egy rosszabb minőségűt. Ugye? Igen, nagyjából így van. Pláne, hogyha az ember mondjuk kirándulni megy, költőpénzt visz magával, vált az komolyabb mennyiségű eurót, abból így 3-at kiadni, az semmi. Hát igen, ez az, hogy így tudnak elszállni a költségek, hogyha nem tudsz Európán gondolkodni, mert kevesebb, és szórod, ahogy te mondod, aztán a végén átszámolod a legvégén, hogy mennyit közül, Jézusom, de drága nyaralás volt. Igen, de valahol mégis lehetetlennek tűnik ez, vagy tűnt akkor, főleg, hogyha az életszínvonalat és az átlagfizetéseket összehasonlítjuk, ugye most a német vagy osztrák életszínvonalat a magyarral, meg az átlagfizetést, hogy itthon miért lennének drágábbak a termékek, tehát ez egy nonsens. És sajnos kiderült, hogy ez most egy önbecsapás, mert a Ripost készített egy összehasonlítást bizonyos termékek osztrák és magyar árairól, a különbség pedig higgyétek el, megdöbbentő lesz. És ez, mert ugye most gondolom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy persze, hát Magyarországon az áfa magas, és ezért drágábbak a termékek, ugye nálunk 27% az áfa, de nem, mert egy áfa korrekció után, tehát hogy az áfát levonták, és úgy nézték meg az árakat, Ausztriában egyébként az áfa az élelmiszereken 10%, és szinte minden máson 20, nálunk ugye 27. És most mondok egy pár dolgot nektek, ami gyakorlatilag a mindennapi bevásárláshoz hozzátartozhat. Itt van például egy Dove dezodor, bécsi ár 666 forint, budapesti ár 869. Ugyanaz a termék. Uh-huh. Egy Palmolive tusfürdő, Ausztria 304, nálunk ugyanaz 445. Azért ezek szembetűnő különbség. Ezek nagyon. Egy Merci csokoládé 592, Magyarországon 799. Tehát ezek nem fillérek. Egy kávéfőző ugyanabból a típusból 26.988, Ausztriában 29.993, Magyarországon. Nutella egy 450 grammos, 1189 Bécsben, 1199, ez 10 forint árkülönbség, de akkor is. Egy Nivea krém 400 ml, 1350, Ausztriában 1599, Magyarországon. Na most, ami megdöbbentő, a Viszkis című film DVD-je. Ki gondolta volna, hogy Ausztriában is lehet kapni? 5431 Ausztriában, Magyarországon 5999. Miért? Tehát ki se kellett vinni az országból. Azon, hogy oda még szállítási költség is volt, hogy kivitték a DVD-t Ausztriába, tehát drágábbnak kéne lennie, nem? Abszolút. Aztán egy pulóver, 2999, ugyanaz a pulóver nálunk 3390. És a Gyurit megkérdezte, hogy nézzem már egy olyat, ami tényleg egy nemzetközi áruházban, egy kanapét az IKEA-nál. Uh-huh. Te is itt korrigáltad ugye az áfát. Igen, itt az áfával is. Ugye odaírtam az áfa nélküli árat. Igen. Egyébként. Tehát mondjad? De annyi, hogy ez Magyarországon egy még drágább, de nem sokkal. Szóval igen. Na most IKEA Klippan kanapé áfával 54 000 forint Ausztriában, ez viszont nálunk olcsóbb.
Igen, nálunk olcsó. Nálunk olcsóbb, nálunk 49.990, áfa nélkül 43.000, Ausztriában nálunk 36.500. Na, van remény, legalább a kanapé olcsóbb. Meg van egy pár dolog, de azért ezek a hétköznapi, és ezek teszik ki nagyon ugye a családok kiadását, ezek egyértelműen drágábbak. A földszinten jött az egyik kollégánk, és hallotta a felvezetőnket 6-kor, és mondta, hogy a téli szalámiról sem feledkezzetek el. Na igen. Kim voltak osztrákoknál? Osztrákoknál? Igen. És a pik téli szalámi a Rútban, azt mondta, hogy ilyen feláras igen, volt? Hogy nálunk álltok 8000, és ott meg 4000. De ezt más is írta Angliából, hogy a téli szalámit Angliában olcsóban kapják meg, mint itthon. A gyerekek, ezt rakjátok össze, hogy miért. És komolyan mondom, hogy elkezdtünk. Itt, vannak mindenféle vélemények egyébként, hogy felháborító és érthetetlen, nem csodálom, hogy több ismerősöm is kijár bevásárolni, a benzinpénzt is összedobják. Vagy megmagyarázhatatlan ez az árkülönbség, úgy tudom, ezek a cégek Ausztriában magasabb munkadíjat fizetnek a dolgozóiknak, mégis olcsóban tudják adni az azonos termékeket kint. Még egy összehasonlítás, 2018 júliusában a bruttó átlagkereset 326.700 forint volt Magyarországon, bruttó és átlag. Ausztriában bruttó 830.000. Igen, tehát ők jobban megengedhetnék maguknak a drágább árat mégis nálunk. Drágább. Magyarán többet keres az osztrák, a boltoknak is a fenntartása is jóval többe kerül, hiszen az eladó többet keres, nyilván a bolt bérleti díjai és még mondhatnám vélhetően a szállítók díjai is magasabbak. Tehát minden magasabb, és mégis olcsóbb a termék. Ez hogy lehet? És most őszintén is komolyan, és nem álnaivságból mondom, nem értem. Amúgy én sem. Igen. Tehát fogalmam sincs, hogy hogy tud létrejönni ez az árkülönbség, és ahogy a hallgatóink írták, ez nem csak Ausztriára érvényes, hanem Angliára, sok termék esetében Németországban sokkal olcsóbb. Szóval ezt szeretnénk megbeszélni, méghozzá egy pénzügyi szakértővel, itt van velünk Szoper Zsófia. Szia Zsófi, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, hát komolyan mondom, hogy nem áll riporteri kérdés, ezt tényleg nem értem. Hogy lehet, hogy ezek a termékek, amelyeknek egyébként egy jelentős része Magyarországon is készül, tehát lásd, nem tudom, Nutella, vagy mit tudom, hogy micsoda, hogy lehet, hogy ezek mégis drágábbak az itthoni polcokon? Azért azt ne felejtsük el, hogy hazánkban egy vállalkozásnak szinte Európa Unión belül a legmagasabbak az adóterhei, tehát itt nem csak az áfát lenne érdemes összevetni, hanem az összes többi adóterhet. Mondjuk egy megkeresett bruttó 100 forintból, nyilván vállalkozásforma, adózásforma függő, de körülbelül olyan 45 és 60 forint között marad egy vállalkozásnak a gyakorlatilag adózás után. És akkor még nem beszélek arról, hogy szállítás, bérleti díj, munkavállalói költségek és minden egyéb. Hát igen, de ezek az utóbbiak, amiket említettél, ezekről mondtuk azt, hogy ezek véletlenül magasabbak Ausztriában, tehát bérleti díj, szállítás, a munkabérek ugye egy szupermarketben dolgozóknak, azok vélhetően Ausztriában jóval magasabbak. Itt van valami logika ugye abban, amit mondasz, hogy ezek szerint egy Tesco, egy Auchan, vagy egy kiskereskedő, egy mini ABC-vel az jóval több adót fizet be az eladott termékek után, mint mondjuk egy osztrák? El tudom minden további nélkül képzelni. Ugye a legnagyobb problémával a kiskereskedők rendelnek, főleg ezek a klasszikus mini boltok, ahol van egy-két eladó, van mondjuk egy 20 négyzetméteres üzlethelyiség, és próbál talpon maradni. De például mondok egy jobb példát, Budapest, Mátra, 30 kilométeren belül van fölfele egy darab bolt, és olyan horrorisztikusan drága, hogy megéri Pestről bevásárolni és fölvinni mindent. Igen, de akkor ezek valóban a kiskereskedők, de akkor itt vannak a multik, és akkor itt most például egy hallgatónk ír egy összehasonlítást, ugye Ausztriában van a Hofer az ugyanaz, mint az Aldi, csak ők valami miatt más néven. Tudom, ismerem. Ismered a Hofer. Na, ott van, azt mondja, hogy Speed csokoládé, 7 darab van benne, 1,80 €, ugyanez az Aldiban itthon, 5 darab van benne, és 800 forint. WC papír, 10 darabos, szintén Hofer, 1,90 €, ugyanez az Aldinál, itthon konkrétan ugyanaz a termék 970 forint. Tehát itt most a multikra is, vagy főleg a multiknál érvényes ez, meg gondolom, hogy azért amikor a magyar átjár, akkor ő is a Billában megy, vagy a Spárba, vagy nem tudom hova, és nem a kiskereskedői árakkal hasonlítja össze. Tehát ugyanazon áruházláncon belül is osztrák oldalon olcsóbb ugyanaz a termék, mint Magyarországon. Elmondok akkor még egy érdekességet, hogy áruházláncokon belül, országon belül is eltérőek az árak. Tehát teljesen más,
egy árképzés, akár hogyha csak egy budapesti kereskedelmi nagy áruházat nézünk, a fő áruházba és mondjuk egy kisebb forgalmú áruházba ugyanannak a terméknek is van árkülönbsége. Én ezt már többször tapasztaltam. Elképzelhető. És ez nem csak ország határokon belül, meg kívül érvényes. A másik az, hogy ugye általában a határhoz közel vagy Bécsig viszonylag jobbak az árak, de például a német határhoz közelebb már kevésbé érezni ezt. Megmondom őszintén. Elképzelhető, hogy itt a kelet-európai világos a turisták, meg mindenhol emelt árak vannak, de hogy el tudod képzelni, hogy itt a kelet-európai sarokban, tehát ahol Szlovákiában, meg Magyarországgal határos Ausztria, itt lejjebb viszik az árakat, hogy átcsábítsák a vásárlókat? Gyakorlatilag egy osztrákot így is úgy is meg tud fogni, hiszen az osztrák nem fog elutazni megvásárolni, ő megengedheti magának. A magyarok meg amúgy is kijárnak vásárolni, mert ahogy említettük, a ruhanemű, az ékszer, a nagy bevásárló falvak, amik ott vannak a határhoz közelebb, tényleg lényegesen jobb áron működnek, mint a magyar piacon elérhető termékek. Ez így van. Ami még megdöbbentőbb, ugye az előbb a téli szalámi példáját mondtuk, Magyarországon itt egy, tényleg lent a recepción egy fiatalember mondta, 8000 forint Magyarországon egy rúd állítólag, és 4000 Ausztriában, tehát egy termék, amit itthon állítunk elő, olcsóbb lesz, szinte féláron kapható, úgy, hogy odébb visszük 200 kilométerrel egy határon túli boltba, mint ahogy ezt itthon vehetnénk, vagy egy másik példát mondok, amit szintén egy hallgatónk írt. Az osztrák Baumaxból vettem Dunaferres, tehát magyar gyártmányú radiátorainkat, olcsóbb volt, mint a dunaújvárosi márkaboltban. Tehát, hogy itt most aztán tényleg mindent próbálunk itt felkutatni. Tehát a magyar termék, és akkor a Viszkis DVD az már önmagában vicces, de a magyar... Azon én is mosolyogtam. Igen. Szóval a magyar termék külföldön olcsóbb, mint itthon. Azt el tudom még képzelni esetleg a radiátoroknál, hogy valami együttműködés született a két cég között, vagy pedig raktárkészleten megmaradt, és leakciózta, vagy kifutó termék lehetett. Ezt el tudom képzelni. Te jársz egyébként külföldre vásárolni? Tehát én sokat, megmondom őszintén. Hova, melyik országba? Ausztriába? Hát én nem csak vásárolni járok, hanem pihenni, fielni. Mert nekem élnek külföldön rokonok, tehát én tényleg sokat vagyok úton. Aha, de szoktál például ilyen hétköznapi dolgokat is? Mert nyilván az ember szeret ruházkodni. Hát nyáron elfejtettem zoknit. Én ilyen csomag zoknit vettem az egyik legnagyobb áruházláncba, ami itt is megvan, és tudom, hogy már nem emlékszem az árára, de ledöbbentem, hogy harmad annyiba került, mint itthon. Elképesztő. Nézd, egyelőre egy magyarázatunk van, szerintem az összes közül, az, amit mondtál, hogy vélhetően a kereskedők, és ebbe beleértendő a Tesco is, az Aldi is, mit tudom én, nagyobb adót fizetnek Magyarországnak, mint mondjuk teszi ugyanaz a bolt Ausztriában, nem? Tehát ez lehet egy áremelő tényező. Én ezt tudom elég gondolni. Aztán azt ne felejtsük el, hogy például én legutoljára most nyáron voltam kint Ausztriában több mint egy hete. Direkt megnéztem, üzemanyag, tájékozottam, mennyi az osztrákoknál, mennyi a határ mellett. Megnéztem, mondom, jobban járok az osztrákoknál, hát majdnem 150 forinttal sikerült többért beszereznem az üzemanyagot. Mert hogy? Tehát, nem voltak frissek az adatok. Jó, nem voltak frissek az adatok. Így van. Kicsit mérges voltam magamra. Tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy oké, rendben, hogy olcsóbb minden, viszont például az üzemanyag lényegesen drágább. Aztán ugye, ha valaki kimegy, akkor autópályamatrica, az osztrák autópályamatricát már meg kell venni. Tehát ilyen hát amennyiben autópályán megy, mint te vagy én, de azért ne felejtsük el, és ez is egy érdekes kérdés lehet, hogy szerinted, ugye, hát azért rengetegen élnek határ közelben, akiknek tényleg csak egy pár kilométer, nem is kell autópályát használniuk, átugrani, tehát nekik olyan átmenni egy osztrák kisvárosba, mint hogyha én Budáról átmennék Pestre. Tehát, hogy szerinted nem tudom, meg lehet-e satszolni, lehet, hogy nem lehet megsatszolni, de szerinted... Szerintem őnekik van matrica, én azt gondolom. Vagy van éves matricájuk, mert amúgy is járnak. De nem ez a lényeg, igen, hanem az, hogy szerinted a magyar államkasszából, vagy adókasszából mennyi pénz eshet ki azzal, hogy határnál közeli, vagy határhoz közeli lakosság a bevásárlásaik nagy részét külföldön teszi meg, és nem itthon? Nem tudom megsatszolni, de az én személyes véleményem az, hogy
hogy sok. Viszont másik oldalról meg ugye behozzák a, mindezt a, az osztrák, angol és minden egyéb turisták, amikor igénybe veszik Magyarországon, a nekik, az ő pénztárcájukhoz mért olcsó árakkal működő szolgáltatásokat, fodrász, fogorvos, stb. Tehát ott azért kompenzálva van, de ha csak azt nézzük meg, hogy egy advent időszakban mennyi magyar megy ki vásárolni, azon érdemes elgondolkozni. Így van, nagyon szépen köszönjük, hogy picit meg tudtad osztani a gondolataidat, és együtt tudtunk találgatni, de továbbra is érthetetlen számmal. Köszönjük szépen, szia Zsófia! Nekem is szép napot, sziasztok! Neked is, szia, Szoper Zsófia pénzügyi szakértő volt. Na, mit gondoltak erről? Hát... Hogy indokolt, tehát hogy vélhetően tényleg ez az adó rész az, ami miatt az áruházak kénytelenek drágában adni a termékeiket. Hát valószínűleg ez lehet a magyarázat, bár ez engem nem nyugtat meg. Hiszen ő azt mondta a Zsófi, országon belül is, tehát mit tudom én, egy liter akármi, a itteni budapesti Tesco-ban más áron adják el, mint tudom én, nagy karizsán. Ezt egyébként nem hinném, tehát pont a Tesco-t említetted, az Aldi, ezek teljesen fixáron dolgoznak országszerte, persze. Ő inkább a kis mátrai fűszeres említette a multihoz képest. De nem tudom egyébként, ahogy hallgattam a beszélgetést, eszembe jutott az is, hogy nyilván a piaci helyzet sem ugyanolyan két különböző országban. Tehát ami mondjuk nálunk egy népszerűbb termék, mert mondjuk hazai, mint mondjuk az adott esetben a szalámi, lehet, hogy kénytelenek nyomott áron adni külföldön, mert ott nem tud annyira népszerű lenni. Tehát lehet benne valami ilyesmi is. Igen, de akkor ez azt jelenti, ha nyomott áron adják, mégsem nyomott. Tehát akkor valószínűleg, ha az a rúd szalámi 4000 forintért is még profitot hoz, akkor miért kell több, mint a dupláját leszedni a magyar vásárlóról? Na ez viszont egy jogos kérdés. Abszolút. Aki szereti a téli szalámit. Tehát pont ott kéne olcsóban adni, ahol jobban fogy, mert úgy is fogy. Persze. Persze. És akkor itt a hölgy az előbb a szállítási költségekkel hivatkozott, amit te is mondtál, tehát országban marad. Tehát igen, kisebb igen, az út, amit megtesz a multiig, mint amikor kiviszi Angliába. Nagyon-nagyon furcsa dolog. Én tényleg kíváncsi lennék, hogy például egy olyan áruház mit szól ehhez, amely mondjuk Ausztriában is létezik, lásd Aldi és Hofer. Hogy miért más az árképzés. És tényleg az egészben nem érdekelne az a pár fillér vagy pár száz forint, csak sokra megy, sok kicsi sokra megy, és hát ugye hangsúlyozunk azt, hogy nálunk az átlagkeresetek majdnem egy harmada az osztrákénak. Bizony. Lehet, hogy egész egyszerűen arról van szó, hogy ki mennyit hasznot tud rátenni hol, annak függvényében, hogy mekkora kereset, és mikor veszik még meg. Tehát ugye megnéztem a svéd bútorüzletet, ott összhangban vannak az árak, például a miénk és az osztrák árak. Szóval szerintem ettől is függ, egyfajta cégpolitika is lehet ez. Jó, nézzük meg, hogy miket írnak itt. Igen, sokkal olcsóbb. Ausztriában az öblítőanyag, igen, erről beszéltünk. Azt mondja, Ausztriában lakom a családommal, szerintem a hús az, ami itt kint kb. 2 vagy 3-szoros áron van, mint otthon. Tehát Ausztriában drágább. De szerintük jobb is az íze, és nem annyira zsíros, mint otthon. Szép jó reggelt mindenkinek, Alexandra. Ezt Ausztriából írta. Németországban az élelmiszerre az áfa 5%. Angliában több évig ott például hazai élelmiszeripari termékekre van olyan, hogy 0% az áfa, és ezzel támogatják a saját termelésüket. Logikus, egyébként védik a hazai piacon. Igen. Mikor megyünk haza, közhelyes, de amikor megyünk haza, mi, akik külföldön dolgozunk, ezt a német számról írta, a fél autó olyan bolti cuccokkal van tele, amiket otthon simán meg lehetne venni 2-3-szor többért. Jóci a Sztárpásztól. Uh-huh. Szlovákiából volt a ház falazó anyaga, kb. 1 millióval olcsóbb, mint itthon. A burkolólap, ami itthon 12 000, az ott 5 800. Sziasztok, egy jó példa, Gardena robot fűnyíró ház itthon 600 000, de nem, elnézést, fűnyíró 60 000, elnézést, 60 000, míg Ausztriában átszámolva 39 000, ez típus szerint ugyanaz. Mondjam a fele. Wow, na jó. Azok jelentkezzenek, akik átjárnak rendszeresen vásárolni a határon. Mondjátok el, hogy mi az, amit olcsóbban kapsz, milyen rendszeresen, mit vásárolsz, mit pakolsz a kosárba, vásárolsz-e egyáltalán még itthon. Tehát akik a határon járnak át vásárolni, azok hívjanak bennünket, vagy írjanak 0672-89-5-89-5. Folytatódjon az új elindító István Dániellel és a reggeli rádiózás nagy ágyújával Bocskor Gáborral.
This is the Good Morning Show. 39 elmúlt 4 perccel. Beszélgetni nem fogunk senkivel, viszont SMS-ek, gyerekek annyira beszédesek lesznek, hogy el nem tudom mondani. Olyan, mindenki ír, mindenkinek van tapasztalata. Sziasztok, a témáról jutott eszembe Fábri nagy mondata, amikor rajta kapták, hogy Ausztriában vásárol, pedig nagy lokálpatrióta volt mindig is. Azt mondta, hogy ő nem engedheti meg magának, hogy itthon vásároljon. Óriási, de igaz. Igen. Akkor, na, itt jönnek mindenféle összehasonlítás. Heinz ketchup 1,2 kg-os Svédországban 650 forint. Itthon a 450 g-os 700. Ó. Oh. Tehát ezek óriási különbségek. Pixalámi olcsóbb Amerikában. Írtam a Piknek, de nem válaszoltak. Majd miután fenyegetőztem, hogy elküldöm az Indexnek a témát, még aznap este válaszoltak, adók különbségével magyarázták. Ja, azt hittem, hogy hirtelen felemelték az árat. Igen, csak akkor sem értem az adók különbségét. Tehát, hogyha legyártom a Pixalámit, ugye bedugom a sertést a csőbe, és a másik végén kijön ez a fehér rúd. Igen. Ugye? Ez valamibe kerül, meg kellett vennem a sertés, minden. Én ezt a szalámit odadom egy magyar boltnak, és azért kapok pénzt. Uh-huh. Azért adót kell fizetnem. Ha exportálom Amerikába, akkor is kapok érte pénzt. Azért nem kell adót fizetnem? Vagy más adót kell fizetnem? Nem mindegy, hogy Amerikának adom el az én szalámimat, vagy egy magyar kereskedőnek? Valószínűleg itt vannak kutyárásban, amit kérdezel, hogy nem mindegy. Igen. De miért? Hát bevétel. Tehát most a cég szempontból nézem, én vagyok a PIC-BT, érted? És bejön 1000 forint, az mindegy, hogy Amerikából jön be, vagy egy magyar kereskedőtől, 1000 forint bejött, annak van egy adóvonzata, nem? Hát az olvasatodban igen. Igen, csak valószínűleg még arra is rájönnek az adók, mire a polcra kerül, és meg te tudod venni. Ez oké, de ő a PIC-et szembesítette azzal, hogy miért drágább a izé. Hát én nem elsősorban a gyártót kérdezném valószínűleg, hanem inkább az üzletet, ahol árulják. Lehet. Jó. Hello, Németországban dolgozom a metróban, szállítok minden nap árut. A raktárfőnök elmondása szerint a magyarok kis buszokkal raklapszán viszik Magyarországra az édességet. 50-85%-os haszon van például a gumicukron. Pedig a gumicukrot legendásan így gyártják. Hát nem tudom, hogy az a márka, amire én gondolok, a Haribo, véletően. Az Made in Hungary. Hát itt is gyártják, de hogy elképzelhető, hogyha Németországban megveszi a metróba a kiskereskedő, és most beszélünk a kisboltokról, az a kisbolt, ahol én is járok, ők rengeteg cuccot hoznak Ausztriából. Csak és mégis megéri neki. Akar, így van. Tehát nem itthon veszi meg a nagy kerben, hanem elmegy Ausztriába, érted. Ausztriába járunk sört venni. Na figyeljetek, 150-170 forintra jön kidobozonként az Egger, az Ottakringer, a Schwerhater. Itthon 220 alatt nincs ilyen minőségű. Kóla a Lidlben 270 per 2 liter, itthon 270 per 1,75 liter. De hát itt is. Akkor Volvo márka szerviz Ausztriában olajcsere 460 euró, Pesten márka szerviz 180 ezer. Hát ez gyerekek, mi van itt? De most én bírom, hogy jön ez a lavina ránk, mert egy picit felkapod a fejed. És akkor majd lehet, hogy én is Ausztriába járok majd Mercedes szervizbe. Hát ilyen dolgokért lehet, hogy érdemes menni, amilyen nagyobb tétel, meg azt gondolom, hogy nagyobb tételben vásárolsz. De én azt hittem, de Dani, én vakon azt hittem, hogy ott drágább. Hát azt gondolna az ember első felindulásból, de nem. Még azt akartam mondani, hogy az SMS-ekből is számomra az derült ki, hogy akkor éri meg ez igazán, ha latba vetted a benzinköltséget, matricát, stb. Vagy ha még közel laksz is, hogyha nagy tételben vásárolsz, akkor tényleg megír élelmiszerre gondolok. Igen, de akinek tényleg nem nagy távolság, az a heti bevásárlását is simán intézheti kényelmesen. Ez tényleg olyan, nem. Hát miért? Hát te is Szigetszent Miklósra jársz minden nap. Hát figyelj, az a távolság, ott mit tudom én. Tehát ezt megteszi más is autóval ezt a távolságot. Németország Penny Market pontosan 10 euró 1 kg pixalámi. 10 euró az 300 vagy 3200 forint durván. Hetente háromszor járok Ausztriába, csirke mellett viszek ki. Visszafelé csokoládét hozok és itthon adom el. A szállítási költség elenyésző, nagy tételben szállításnál 10-15 forint per kiló 700 kilométer. Ez már nem értem ezt a számítást. Laci üzente. Most vettem Szlovákiából hűtőt. Kint, Szlovákiában, 182.500 volt, 6.500-ért házhoz, sőt szobába szállítva. Itthon ugyanez a hűtő, a legolcsóbb helyen 259.000 forint, és még nincs benne a házhoz szállítás, amely városon belül 5.000. 80.000 különbség, ha veszük a házhoz szállítást körülbelül? Nem csak a házhoz szállítástól függetlenül, tehát a házhoz szállítás Szlovákiából ide Magyarországra szobába szállítva 6.500, a magyarnál városon belül 5000, de a hűtő közötti árkülönbség 182.500 volt Szlovákiában, és itthon a legolcsóbb helyen állítja ő 259.000. Érthetetlen.
Szépek ezek. Egy évben kétszer járunk Ausztriába ruhát vásárolni, 60-70 ezer forintot spórolunk, ezt üzente Viktor. Ezek jönnek folyamatosan, hát nyilván a 60-70 ezer forint az nyilván attól függ, hogy mennyit veszel, és össze tudod-e hasonlítani valóban, hogy mennyit spóroltál azon, de abszolút elhiszem neked. Na jó, ennyit erről, ezt befejeztük. Játszunk egy Music Manót, elnézést, igen. Nándi következik, hívjatok most 0672-89-89-5. Azt hiszed, ők nem tudják. De hogy nem. Sőt, el is mondják. De vajon te tudod, hogy ők miről beszélnek? Music Manó. Music Manó. Csak 7 éve felülieknek. Minden hétköznap reggel 8:50-kor az önindítóban. Ami most már 8:58, és jönnek, itt jönnek. Pixalámi Amerikában 40%-kal olcsóbb, a tokai borok 30%-kal, mint itthon. Gyerekek, de nincs magyarázat, hát ezt ki kell oda szállítani minden, mi egymás. Na, kivel játszunk ma? Judit. Hello, Judit, szia! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Itt vásárlási utalványunk van, azért hallgass meg Nándit, és fejtsd meg, hogy mit mond, jó? Köszönöm! Amire gondoltam, az egy olyan étel, ami magyar étel, ennek elkészítéséhez kell tészta, szalonna, és erjesztek tejtermék, ezt még tejfölt is szoktunk ehhez enni. Ez egy nagyon egyszerű, de nagyon népszerű magyar étel, és mire gondoltam? Hát szerintem a túrós tészta. Gratulálok! Okosabb vagy, mint egy ovis! Így van, a nyereményed pedig egy 5000 forintos vásárlási utalvány a Fashion Trend Center jó voltából. Nagyon szépen, köszönöm! Szívesen! Köszönjük! Sziasztok! Hello, hello! Hello, hello, szia! Itt jönnek ilyenek, hogy az export után, tehát ha ugye külföldre viszed, az export után nem kell áfát fizetni, ellentétben a belföldi értékesítéssel. Ebben igazad lehet, és hát nyilván minden országban van áfa, tehát valamilyen áfa rakódik rá, de a végtermék akkor is egyértelműen tehát fele annyi. Tehát most éppen a szalámit veszük. Tehát ez nem tud mindenre magyarázat lenni. Jó reggelt, a magyar élelmiszer azért olcsóbb külföldön, mert export támogatást kapnak a magyar vállalkozások az export után. Hallottam már én is ezt a szót, hogy export támogatás, de ezt gondolom, hogy vállalat amúgy nem tudom, kapja, de hogy az árban, hogy képződik le, fele tudja. Mindegy, mi tényleg az okát keressük ennek. Köszönjük szépen a sok hozzászólást, Dani, mi lesz 9 után? Egy kolumbiai regénybe illő történet, két ikerpárról lesz szó, akiket képzétek el, összecseréltek gyerekkorukban. Tehát egyik pár, tehát volt AA gyerek, BB gyerek, és a párosok úgy kerültek haza, hogy AB, mert azt hitték, hogy tulajdonképpen... Tehát egy kórházban két anya szült egy-egy ikerpár, igen. És akkor egyet-egyet összecserélték a párból. Összemixelték a párokat, így van. És azt hittem, hát nem két iker került az egyik anyához, és két iker a másikhoz, hanem az egyik ikerpárból az egyik került az egyik anyához, majd a másik... Így van, és... AB gyerek, nem az AABB, és aztán később felnőtt korukban derült ki, hogy nem is az ikertestvérük, mint akit annak hittek, hogy milyen kalandos úton hát módon derült ez ki. De ők nem tudták. Hát persze, hogy nem. A 20-as évek elején jöttek rá arra, 2014-ben, hogy valami gigszer van, és aztán nagyon érdekesen fogadták egymást. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit szólnátok ahhoz, ha kiderülne, hogy van egy ikertestvéretek, de nem az, akivel éltek, és mi lenne, hogyha a világban lenne egy másik ikertestvéretek? Rengeteg kör lesz ebben. Ó, Dani. Alig várom, tényleg. Bekötöm a biztonsági jövőt. Érzem, hogy csodorsz. Ne menjünk. Jövünk mindjárt. Folytatódjon az új önindító István Dániellel és a reggeli rádiózás nagyágyújával Bocskor Gáborral. This is the Good Morning Show. 9 óra 17 perc van, újra itt, újra jó reggelt, Danival, Gyurival, szevasztok. Hello, bocsi. Anettel, itt van Wagner is, meg Málna is. Jó reggelt. Mindenki itt van. Itt ír egy bútorkereskedő nekünk, ez is érdekes, azt hiszem, nekem van egy bútorboltom Budapesten. Több olasz, német nagymárkát forgalmazunk. Sajnos sokszor nekünk is jelzik, hogy Németországban vagy Ausztriában olcsóbb ugyanaz a bútor, ami nálunk is. Mikor írtam az olasz vagy német gyártónak, hogy lehet ez, azzal magyarázták, hogy míg egy magyar piac mondjuk csinál egy évben 1 millió euró forgalmat globálisan, addig egy német-osztrák piac csinál 10 millió euró forgalmat. Így más kondíciót kapnak a gyártótól, magyarul olcsóban veszik meg ugyanazt a bútort, mint én, üzeni Hamed. Ebben van valami, csak ezt kérdés, hogy ez ugyanígy érvényes másra is. Tehát valaki mondta, hogy hát kínálat kerestet annyira adják, amennyire megveszik. Hát jó, ennél bonyolultabb azért a gazdaság, meg az árképzés, mert lehet egy terméket adni 1000 forintért, és azt megveszi csak 500 ember, de mondjuk azt a terméket 700 forintért adod, akkor lehet, hogy megvenni 800 ember. És akkor most mit tudom én, lehet, hogy a számítás
nem jön ki, de értétek, hogy mire gondolok. Persze. Tehát nagyon-nagyon érzékeny dolog az, hogy miként képzem az árat egy termékre. Igen, de biztos, hogy az élelmiszereknél is megvan az, hogy a értékesítő, illetve hát a gyártó az saját speciális csomagárat ad abban az esetben, hogyha bizonyos mennyiségeket vásárolnak. Hát igen. Egy nagyobb országban, vagy egy nagyobb láncnál minden, nagyobb mennyiségeket. Mindenhol van mennyiségi engedmény, ez abszolút így van. Ugyanakkor persze furcsa, persze az osztrák vásárló képesség az jóval nagyobb, ugyanakkor ne felejtsük, hogy Ausztria lakosságát illetően hasonló, mint Magyarország, tehát nincs több ember, maximum a fizetőképes közönség nagyobb. Hát az már elég lehet egyébként, hogyha nagyobb, és mondjuk több mindent megenged magának. Igen, persze, csak itt valaki mondta, hogy nálunk 595 ezer egy Jaguar fényszóró, vagy micsoda, és Németországban 1100 euró. Tehát az egy óriási különbség. Hát majdnem még egyszer annyi, hogyha most így... Majdnem, igen. Szóval fene tudja. Na jó, Dani, ezt az ikreket, ezeket próbált kibogozni. Jó néhány évvel ezelőtt Kolumbiában két anya egyszerre szült, és egyszerre adott ikreknek életet, tehát összesen 4 gyerek volt azon az osztályon, és nagy valószínűséggel a nővérkék rosszul végezték a dolgukat, mert hogy összecserélték az ikerpárokat, de úgy, hogy felesben, tehát egy gyerek, úgy néztek ki, ez mind a kettő egypetélyű ikerpár volt, de aztán nem figyelték a hasonlóságot, ezért egy gyereket ide, másik gyereket odaraktak. Így lett felesben a két ikerpár, és őket vitték haza. Érted? Tehát az hasonló szülő, az igazi testvéreket szétválasztották, és két idegen gyerek került ikerpárként egy asszonyhoz. Ahogy te mondtad, egyik anya szült AA ikreket, a másik BB ikreket, de a nővérek úgy cserélték össze, hogy az egyik anya hazament egy AB ikerpárral, és a másik is egy AB ikerpárral. Igen. Nem fogtak gyanút, azt gondolták, hogy két petélyű ikreket szültek, és így nevelkedtek fel a gyerekek. Az egyik ikerpár nagyon nagy szegénységben, távol a fővárostól, úgyhogy 11 éves korokig tudtak csak suliba járni. Sárba jártak, aztán abba is hagyták az iskolát, és végül is nem nagyon tanultak tovább. A sáros Kolumbia. A sáros, szegény Kolumbia, és végül is a fővárosban kerültek, úgy 20 éves korukra egy hentes üzletben dolgoztak. A másik ikerpár viszont jó módban nevelkedett, belőlük értelmiségi emberek lettek, az egyikük közgazdász lett, a másikójuk pedig mérnök. És hát nyilvánvalóan kiderült előbb-utóbb a baki, méghozzá úgy, hogy egyszer betért egy lány a hentes üzletbe, és ott dolgozott ez a srác, az egyik ikerpár, és mondta, hogy Jézusom, te nagyon hasonlítasz, úgy köszöntötte, hogy te itt dolgozol, hát te mérnök vagy, mit keresel a hentes pult mögött, és mondja, hogy mi nem ismerjük egymást. Dehogy nem, hát együtt dolgozunk, és mondta, hogy nem. Jó, akkor hagyd készítsek rólad egy fényképet. Ő azt megengedte, visszament a saját munkahelyére, és megmutatta annak a srácnak, aki az ikertestvére volt az építész. Aki azt mondta, hogy Jesus Maria. Igen, hogy ez te voltál, hát én nem lehettem. És ez itt a kulcs szó. Jesus Maria. Próbálom kolumbiaival tenni a sztoridat, érted? Próbálok egy picit belefordulózni. Igen. És innentől fogva az ügy a saját lábán járt, hiszen a közösségi oldalon megkereste ezt a hentes fiút, a valódi testvér, és akkor találkoztak négyesben. És először tök kétségbe estek, ilyenkor mit gondol az ember, nyilván, hogy úristen, az ikertestvéremnek vélt testvérem nem is az enyém volt, és amúgy meg a világban van egy ugyanolyan, akivel csak most ismerkedtem össze. Elkezdtek játszani a gazdagok, hogy mennyire szerencsések, legalábbis abban az egyik fél, hogy ilyen élethelyzetben nevelkedett föl, hogy mérnök lehetett belőle, a másik meg szívta a fogát, hogy mi lehetett volna belőle, hogyha ő nem a mocsárban jár suliba, és nem veszik ki az ötödikből. Hát de igen, mert most próbáljuk szétválasztani, tehát akkor azért, hogy egyszerű legyen, és mindenki el tudja képzelni, tehát ugye gazdagéknál felnőtt egy fekete meg egy szőke gyerek, és szegényeknél is felnőtt egy fekete meg egy szőke gyerek. Igen. De ugye miután a szegények anyja szülte egyébként a két szőkét, így tehát a gazdag szőke szegény sorsra lett volna érdemes, viszont a szegény fekete gazdag sorsa lett volna érdemes. Igen. Tehát itt tulajdonképpen az egyik baromi jól járt, a másik meg baromi rosszul. Ugye? Így van, és a baromi rosszul járt. Az ideges volt? Eleinte igen, aztán utána lenyugtatták, hogy az mégsem olyan rossz a sorsod, és Dafke... mégsem olyan rossz a sorsod, és sáros lábbal árusító vagy egy ABC-ben? Hát valószínűleg... Óta nem jársz iskolába. Entes vagy. Képzeld, hogy aztán leírásig. És erről a nagy találkozóról aztán a testvére viszont a kedilekkel hazament? Tényi. Megtapsolták ezért, és hazament. Mi lett ebből? Ebből igazából annyi lett, hogy összejárnak, tartják a kapcsolatot, rengeteg hasonlóságot véltek magukban felfedezni, és a tudósok pedig vizsgálják őket, mert azt mondják, ez egy nagyon jó tanulmány arra, hogy mennyit számít a genetika, és mennyit a környezet. Például az egy-két szőke gyereket összehasonlítottak, és a mocsárban élő sokkal alacsonyabb volt. Igen? A fizikai munkától, nagyobb volt a keze, mint a másiknak. Komolyan. És ugyanez a nagyban a két barnánál is, egyébként mind a kettő barna, csak hogy tudjuk megkülönböztetni. Jó, minden jelzi magad, igen. Így.
Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, azt mondjuk, hogy 50-50% nagyjából a neveltetés. És a genetika. És a genetika, igen, de tényleg nagyon brutálisan hasonlítanak egymásra. Tehát nem hagy kérdést, amikor négyesben együtt álltak, hogy úristen, kikinek a testvére. Én az ember mindig retteg attól, hogy ugye legtöbben kórházban születtünk. Te is egyébként, Anett? Nem, székutason nem. Nem tudom, mi van székutason, de tehát hogy a rendelőben? Vagy... Persze, hogy messze Postán, bába? Dehogy is, Vásárhelyen születtem kórházban. Ja. Na jó, tehát a legtöbb ember kórházban születik, és amikor ilyen hülye sztorikat hall, akkor elkezd gondolkozni azon, hogy mi van, ha elcserélték. Vagy mi van, nekem is van egy ikrem, és nem szóltak anyámnak, és eladták érted a kútvölgyi kórház, akkor jó kemény valutáért eladta mondjuk Amerikába az én ikertesómat, érted? És tök jól ér, és ha téged adtak volna el, akkor te nőttél volna fel abban a pompában. Igen, de... Én sem élek rosszul, de érted, elképzelhető, hogy az én ikertesom mondjuk rockstar Amerikában, és nem is tudom, hogy ő az. És könnyen elképzelhető, és hozzá képest, mint földön futónak éreznéd magad, ha találkoznátok. Igen. Mondjuk lehetne az John Bon Jovi? Hát itt most megnyitok egy képet. Igen, most mindenki John Bon Jovival jön. Korban? Nagyjából hasonlóak vagytok? Korban? Én nem tudom, mert ő azt mondja, hogy egy évvel idősebb. Igen. Jó, hát a Geszti is azt mondta, igen. Hát mondjuk lehet, hogy John Bon Jovi gyakorlatilag az én ikertestvérem, amit a kútvölgyi kórház eladott New Jersey-be. Szerintem ő is a Katihoz jár vissza, szerintem a fodrászhoz. Ugyanaz a fodrászhoz járunk. Igen. Na most, basszus, tehát mi lett volna, ha én is kikerülök New Jersey-be? Hát együtt lettetek volna a Bon Jovi duó. Igen. A Joey Family. Hát, a Kelly Family után így megtudtátok volna csinálni a saját kis családi buli. Hát engem csak akkor láthattatok volna, amikor az MTK stadionban énekelek nektek. Hát amúgy nem lett volna érintkezés. Hát az azért azt elhiheted. Mennyivel jobb így. De a másik olvasatban mi van, hogyha a Román Bon Jovi az ikertestvéred is oda került? Nem tudom, most mondok valamit, érted? Hogyha nem... A kútvölgyi kórház eladott volna Romániába? Hát azért a kútvölgyi kórháznak is van esze. Ugye nem szerette volna, hogy a 60-as években azt a tömeg lejt megkapni, értem. Tehát... az meg azért egy másik oldala lett volna. Hogyha mondja, meg fogom nézni a papírokat. De látom a testvérem, látom, hogy új fogsort vett magának. Most itt ezen a képen. Szép új műanyag foggal vinít, hogy átadon, igen. Neki van miből, én ezt nem tudnám megengedni magamnak. Én most is dolgozom. Írjál neki levelek, hát ha megszáll egy új foggal, írjál neki. Hát ha megszáll egy új foggal. Testvéred vagyok a Kútvölgyiből. Utoljára a Kútvölgyiben találkoztunk. De most az a helyzet, hogy az én fogam sem a régi már. Igen, hát azt végül is... A szörnyű, attól tartanék, hogy ezek ilyen nagyon flagmán kezelnék ezt. Tehát lehet, hogy mit tudom én, ilyen álljófelségből adna 5000 dollárt, hát azért ki vagyok segítve. Abból azért lenne egy-két fog. 5000 dollárból? Hát egy-kettő körülbelül. Nem is kell neked több, hát van. De, tudom, hogy van, de látom, hogy az övé újabb. Neked csinálunk két új metszőt elől, aztán elég. Nekem nem fog kell, hanem gazdagság és pompa. Nekem a... Tessék, a testvéred a kis ujját nyújtja, és válik bekapnád a kezét. A két fogad, de neked minden kell. John, hallasz? Meddig ér el a hangom? Ózdig, mi? Körülbelül. A Jersey-ben nem, csak van applikációja. Valószínű. Azt a mindenit. Lehet, hogy minden reggel hallgatja az ikertesóját. Hát, ha tudja. Egyébként találkoztam vele kétszer is. Tessék, újabb közös pont. Saját borászatot nyit Bon Jovi, találok egy cikket. És hol a közös pont ebben? Hol van nekem borászatom saját? De innád, hogyha lenne borászatod. Persze, hogy innám, de hát legalább azt mit tudom én átadná, és akkor azzal tudnék törődni, saját borászatot nyit. Szereti a bort. Ez még egy a legnagyobb közös pont. Na most le vagyok döbbenve. Tényleg, hogy az a baj, hogy Gyuri itt rakja ki folyamatosan a mostani képeit, ez az őszhajú képeit John Bon Jovinak, és úgy nézek rá, mint a tesómra. Tényleg most van, érzelmi szálak kezdenek el szövődni. Na van ott valami akkor. Fel kell venni a kapcsolatot. Felhívjuk Katalint, tegnap az autogramos hölgyet, hogy csinálja, és írunk neki. Jó, de ne egyből azzal kezdjük, hogy itt van a testvére Magyarországról. Hát, hi brother! Hát nézd, egy olasz családba keveredett, ugye? Tehát Bon Jovi, az Bongi Ovi, úgy írták eredetileg olyan a családi nevet. Tehát valószínűleg valamilyen feltörekvő olasz diszidensnek az apja vett meg a kútvölgyitől némi dollárért. Vette meg őt. Valószínűleg ott a mellőlem. Kútvölgyiben, mikor téged elneveztek Gábornak, akkor őt Bonginak? Nem Bongi, milyen Bongi? Ezt mondtad Bongi. Az a családi név. Ja?
John az a keresztneve. De hát most, de eredetileg nem az volt. Az nem, mondta. Hát valószínűleg elvitték a tesómat bebugyolálva egy lepedőbe, egy zsiguli taxival kivitték a repülőtérre, és akkor elvitték New Jersey-be ennek a jó olasz munkásembernek. Akinek nem lett egy gyereke, mert impotens volt, mert valószínűleg a vasüzemben, ahol dolgozott New Jersey-ben, a heréjét szétégette a tűz. Így kellett neki egy kelet-európai gyerek, John, a tesóm. Én ezt így látom, ezt a sztorit. Istenem, tényleg a fivéred. Nézem itt a nőket is, hogy ki kell... Neki egy barát, a gimnáziumi barátnőjét vette el feleségül, végig vele volt és van. Hát, ez nem közös metszőpont. Hát nem egy nagy család, ki tudja turnékon mit csinált? Azt nem tudom. Na jó, gyerekek, hát most nem tudom, írjatok nekik, hogy itt van az ikertesó. Küldjük róla a Kútvölgyiból, küldjél fényképet. Rendben van. De mondom, kétszer talán van közös fényképünk is, tehát neki is feltűnhetett volna, hogy hé, azt tudom, hogy kunyizott tőlem cigit. Lehet, hogy így akart nyitni, csak te nem... És aztán, aztán haza, úgy kísért haza, hogy ő ment elől, hogy majd mutatja az utat autóval, és majd vészvillog, hogyha nekem le kell mennem jobbra. És akkor így mentünk egy ilyen 10 kilométert, és akkor ő vészvillogott, ő ment tovább Jerseybe, én meg lementem Manhattanbe. Egy hete ugyanígy kísértem haza Dorogon a tesómat, tehát ez tesóknál így szokás. Csak te nem vetted a jeleket? Ott voltatok, és nem vetted? Nem tudom, hát miért? Jó, mindegy. Gyuri. Nagy testvér megtaláló vészvillogtatás, te nem vetted észre? Az ikrek. A Joey Family. Na jó. Jövünk vissza a mai nap legjobb pillanataival, és itt a Kalifornia erdő tűz volt újra a témánk, de most annak a fényében, hogy Donald Trump az amerikai elnök mit mondott, amikor a helyszínre érkezett. Így van, ezt szépen bocsi elmesélte, aztán felhívtunk egy szakértőt, hogy tulajdonképpen milyenkor a kotta beszélt a kaliforniai tűzoltásról is, illetőleg arról, hogy Magyarországon milyenre a koreográfia, van-e valami tűzmegelőzési procedúra, és hogy tényleg ez igaz-e, hogy Trump azt mondta, hogy gerebjézni kell, hogy emögött van-e valami logika. A 89. Music FM stúdiójából élőben jönnek az önindítók, István Dániel és Bocskor Gábor. This is the Good Morning Show. 3:10 lesz egy perc múlva. Üzenik ez egy közlekedési Nagykanizsa és Gyékényes közt, tehát Nagykanizsa és Gyékényes közt. Ömlik a hó, aki nyári gumival erre tévedne, azt gondolja, hát ez Zoli üzente. Szóval az ikres témára figyeljetek, bocsi, én is a Kútvölgyiben születtem 70-ben, és közel lakunk. Török Bálint, lehet, hogy testvérek vagyunk. Kérlek, puszi, Eci. Hát lehet. Eci, küldj egy fotót magadról, és megállapítjuk. Judit azt üzeni, ha van fogad, minden van. Oké. Okay. Szóljatok Lilunak, hogy hozza össze a talit, Pityu 74. Igen, ez tényleg vicces lenne, mi? Lilunak azt mondja, az én iker testvérem John Bon Jovi New Jersey-ben lakik. Küldenék neki videóüzenetet. Azt hittem vizelet mintát. Vizelet mintát is. Menne a kis barna bőröngyével a Lilu, és akkor ott lenne, egybeengednétek titeket. És akkor megnézni a videóüzenetemet, és akkor elkezdene potyogni a könyv a John testvérem szeméből. Nem? És akkor egyszer csak összehoz egy New Jersey sarkon, hogy én az egyik sarokról jövök, ő a másik sarokról, megállunk, és átöleljük egymást, és nem értjük egymás nyelvét, és Lilu fordít, de közben könnyezünk. Uh-huh. Én rá az ő bőrdzsekijére, ő az én sálamra. Ki lenne írva alul, hogy Gabi és Jovi. Gabi és Jovi. Mondanám, vigyázz, John a sálom. Sálom, mi? Ez ilyen borosos volt. És aztán meginnánk közösen egy kávét, és megígérjük, hogy meglátogatjuk egymás gyerekeit. Igen. És Lilu hazavisz aztán a turista osztályon. Ja, és soha többet nem jelentkezne a Joey. Jaj, de szép. Főri, sokszor írtam neked, Hollywoodban a helyed, amilyen filmforgatókönyvet írsz kapásból, kisújból, bármiből, az nem semmi, Jóci a sztárpásztor. Na jó, köszi a dicséretet, jövünk a mai nap legjobb pillanataival. Trump, Donald Trump és az erdőtűz volt a témánk. Igen, érdekeseket nyilatkozott az amerikai Egyesült Államok elnöke. Első körben erről beszéltünk, aztán jött a nagy erdőgerebjézés, hiszen azt mondta, hogy a finneknél azért nincsenek tüzek, mert ott gerebjézik az erdőt. Hogy ennek van-e értelme, ezt kérdeztük meg dr. Nagy Dánieltől, a Névik igazgató helyettesétől. Van bónuszod? Van bónuszod? Van bónuszod? Most! Dobsz egyet! Bónusz track!
az önindítóban. 10 óra 2 perc van. Eci üzeni, hogy nincs fotója, azért fotót fotózott tavalyról. De ezt én nem kaptam meg, Eci, de nem tudod küldeni. E-mailben tudod elküldeni. A... önindító@musicfm.hu-ra. Pont oda. Donald Trump rajongói, töröljetek padlót, köszönjük a mai reggelt, ezt Fal doktor üzente. A krampampuli gyújtogatás még nálunk a bumerángban. Bocsi, igen, tényleg ezt mondtam, hogy dobjátok rá a Lajoska bátyját. Erre a Lajos azt mondta, nincs is bátyám. Dobjátok rá Lajoska bátyát. Vágom. Ja, ne, jó, ez helyes volt. Jó, a padló alatt az aljnövényzetet, illetve a talajszerkezetet értette, hallottam az eredeti interjút, az ötlet egyébként nagyon jó, Csillaghegy mellett lakom, de nálunk valóban takarítják az aljnövényzetet, ősszel begyűjtik az avart, jelenleg is von Kunz üzente ezt nekünk. Jó, ennyit erről, köszönjük szépen. És Bálint itt van, hello Bálint, szia! Reggelt, sziasztok! Mivel készültél mára? Hát lesz egy csomó nyereményjáték. Elektromos szúrófűrész lehet nyerni, jelentsen is ez bármit. Tudjátok, mi az a szúrófűrész? Hát, nagyjából sejtem. Hát szerintem vékony, hegyes, hosszú, és hogyha egy pici lukad van, akkor azt hogy szépen ki tud fűrészelni. Anett, ne aludj, lukról beszélek. Na hát ezt lehet megnyerni, lesznek szörpők, vásárlási utalvány, és 11-től a Médi Hengeribe Szabó Ádám és Katona Tamás, azaz a Yes Yes jön. A harmonikás csávó csinált egy új zenekart, uh-huh. és az egyik zenéjüket feldolgozta egy DJ, több milliós megtekintés a YouTube-on, most pedig elhozzák a vadi új zenéjüket, amit nálunk mutatnak be ma. Holnap este pedig debütál ezen a Trap Nation nevű csatornán, amint tényleg nagyon sok millió ilyen nemzetközi feliratkozó van, úgyhogy megint egy ilyen kis rádiótörténeti pillanat. Szuper. Lehet, hogy beindítjuk a karrierjüket, aztán programok is lesznek, Tatai Vadlúcsokadalom az Öregtónál, gyönyörű szép ilyenkor is, Füreden új program, gasztró, vadételek, Balatonfüreden, uh-huh. és Kispesten boldogságnap, gyerekeknek almazenekarral. Ez szuper, tökéletes, köszönjük, nagyon kerek. Hello, hello Hungary, coming up the bonus track. Na, premier nálunk is van, hiszen Tiesto vadonatúj topslágerét mi, azaz én mutatom be nektek. Ismerős lesz majd, mert hogy például szerepel benne Marvin Gaye hangja egy régebbi slágerre, úgyhogy azt köszön majd vissza, innét a Grapevine. Úgyhogy fogyasszátok, szeretettel nálunk szól meg először, de szerintem még hallunk róla. És még azt írják, ilyen az amerikai finn barátság, hajrá Donald Kacsa, csak egészség legyen és gerebje. És persze térerő puszi, mi holnap jön vissza. Sziasztok! Sziasztok. És felső vezeték szakadás miatt áll a forgalom a Hungária kerepesi kereszteződés előtt a Népliget irányába. Ez meg Gábor üzente. Könnyű ma. Van itt minden, igen. Na, mit műveltünk ma? Beszéltünk Katival. Kati legendás autogramgyűjtő, igazából a 60-as évek óta már komplett albuma van. A legnagyobb világsztárokon át a hazai kedvencekig erről mesélt nekünk, és aztán mi arról témázgatunk itt egymás között, hogy kiktől van autogramunk, illetőleg milyen relikviákat szereztünk sztároktól. Woke up, good morning. Van bónuszod? Van bónuszod? Van bónuszod? Most kapsz egyet. Bónusz track az önindítóban. És 10 óra lesz pontosan 7 perc múlva. Szóval itt az autogramokra még jön mindenféle információ, hogy kitől szerzett autogramot. Itt van például Fábri elutasított egy közös fotót a 12 éves gyerekemmel egy szigethalmi lovas fesztiválon. Fel is borult a fogattal. Hát, Isten kezen emberbottal. Igen, egész reggel azt kérdezik, hogy mi lesz velünk, hogy nem kaptunk meg a frekvencia engedélyt, egész reggel válaszoltunk erre, amit tudtunk, tehát itt igazából arról van szó, hogy nekünk a frekvencia engedélyünk 7 évre szólt, és ezt követheti egy 5 év opcionális folytatás, de mint hangsúlyozom, opcionális, tehát ez adható vagy nem adható. És ez esetben mi ezt nem kaptuk meg automatikusan, és többet nem tudunk mondani, mint hogy majd ha kiírnak egy pályázatot, akkor hogyha megfelelő a pályázat kiírás, tehát hogy illik a zenei rádióra, akkor mi is be fogjuk adni, és akkor reméljük, hogy ez tovább fog működni. Tehát jelenleg tényleg ennyit tudunk. Na most amennyiben új információnk lenne, vagy lesz, akkor ezt a Facebook oldalunkon megkapjátok majd. Így van, nagyon dolgozunk az ügyön, elhihetitek, tehát azért benne vagyunk a dologban.
egyelőre itt tartunk. Így van. Aztán jelentkezett a patkánymérges, azt, hogy a természetesen mindent megpróbáltunk az IKV-nál, csak a vállukat rángatták, ezért oldottam meg. Acskó bácsi fiával is beszéltem, hogy irányítsa az apját, ha már a tanácstag, de a pia mindig jobban irányította, mint az emberi beszéd. Ennyi. Igen, ennyi. Nagyon a tyúkokkal még mindig nem, ezt nem nagyon tudtad megmagyarázni. És Budakeszinél az a torlódás, ennek megvan az oka. Egy kukás autó robbant le Budapest felé vezető oldalon, a kutatóintézetnél üresen áll az út szélén, azt kell kerülgetni. Jó, rendben, köszönjük szépen. Itt van Bálint közben. Hello Bálint, szia, jó reggelt. Hello, sziasztok, jó reggelt. Hello. Na, hát akkor csapjál bele, milyen programod van. Ezek lesz egy csomó program, leutazunk Badacsonyban, hiszen a Balaton télen is szép, hát most már tél lesz lassan. Azt mondják, de sosem néztem meg egyébként. Medencénél szállingozott a hó. Úgyhogy kitalálták helyi arcok, hogy ilyenkor is várják majd a vendégeket különböző kajákkal, új borokkal, tehát most már megérkezett az eresztés. Úgyhogy egy egész napon keresztül lehet a Badacsonyi hegyen borangolni majd 9 helyben. Ezt tudom, hogy a Gyuri szívéhez szól. Tehát egy kis borozgatás a Badacsony tövében, nem Gyuri? Bármelyik évszakban. Bármelyik évszakban ez. Bár az a jó, hogy állítólag ilyenkor egy elektromos busz is viszi az embereket, tehát nem kell attól parázni, hogy összekormolja a Balaton. Nem, csak attól tartok, az elektromos busz nem áll meg a házam előtt, és iszre a Badacsonyig, és majd hoz vissza. Tehát, félúton tölt. A hazajutás mindig a gond ilyenkor rész, hogy szervezed meg, amikor van egy ilyen borfesztivál. Egyszer kipróbáltad a mávot. Nem. Azt kizárt. Egyszer kipróbálta, és annak nagyon-nagyon súlyos vége lett. Így van. És ez valamikor 90-es években volt, és azt gondolom, hogy azóta nem hiszem, hogy... Azóta sincs konyak és virsli, szóval felesleges. Gyuri, na és mi lesz még? Hú, egy csomó játék. Akkumulátoros csavarbehajtót lehet nyerni, és szörpök is lesznek, illetve vásárlási utalvány, és 11-től pedig a Médi Hungary-be Karamell érkezik hozzá az új Átutazók című slágerét. Helyes. Óriási dallal zárunk, már is jön a Monkey Safari és a High Life egy Chicky Bold feldolgozásban. Ez teszi különlegessé ezt a Monkey Safarit. Ők egyébként, ha jól néztem, egy skandináv duó. Hát lehet, hogy jól néztem, nem tudom. Csak térerő legyen meg egészség, ez egy régi szlogen. Köszönjük szépen, tartsatok ki, hajrá Music FM, hajrá önindító. Köszönjük szépen a drukkolást, és jövünk vissza holnap reggel. Szép napot mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok. Hello.